Akkor elkezdjük a harmadik etapot is, a harmadik felvonás, a harmadik. A gondolkodtató, a kérdések özöne. Közben azért lehet, hogy nekünk is eszünkbe jut egymás között egy kérdés, azt, hogy megtesszük. Én úgy gondolom, hogy idáig elég sok kérdés merülhetett föl, bennem rengeteg, meg hát szerintem inkább bennetek legyenek. És aztán, ha még valamit szeretném mondani, ami még kicsit kérdésfejlesztő, akkor azt csináljuk. Mert ami érdekes téma, amit szeretnék veled mindenképpen átbeszélni, az a pénz. A pénzügyi világban voltál, tehát veled könnyen meg tudom azt beszélni, illetve könnyen el tudsz olyan dolgokba is igazodni, meg útmutatást adni, ami adott esetben, ha csak egy sima kutató ember, az lehet, hogy később jut oda. De oda fog jutni, az biztos. Tehát a pénz szerepe, én úgy szoktam hívni, és nem sokára este egy ilyen videóm, a pénz mágiája. Azt megérti valaki, hogy az mi, akkor már nagyon sokat tesz. Úgyhogy, hát, vágjunk bele meg. Úgyhogy, ti ad a szó, hogy most. Ez az első kérdés? Igen, vagy amit te szeretnél. És utána a pénzről azért kerítsünk sok szót, mert a pénz ma mindig a fő probléma, amelyet a jó dolga van, tehát a pénztől nem kell félni, tehát az nem egy, attól nem kell megijedni, tudni kell kezelni. Az a baj, hogy ezt nem mondták el, de nem ma. Mikrofon. Ezt nem ma nem mondták el, ezt már nagyon régen nem mondják el. Kezébe adtak az emberiségnek egy eszközt, egy energiát, mert az egy energia, akár is próbáljuk, de nem tudják, hogy hogy kell használni. Ezért van az a marha sok eladósodás. Ezért van a marha sok felelőtlen gondolkodás. A pénz, tehát a pénz, mint olyan, azt hiszik, hogy az úgy áramlik, ahogy ő gondolja. Nem, úgy áramlik, ahogy ő megérdemli. Úgy áramlik, ahogy ő a képességei szerint van. Tehát ezért van a túltőkezelés. Ezért van az a sok olyan hitel, amit ha belegondolna valaki, és amikor fölveszt egy hitet, és nekem nagyon sokan írnak, hogy mit csinálják, Miklós, devizakárosult vagyok, meg ilyen káros olyan, és sajnálom a kérdést, lehetett őt rendkívül. Nyilván van benne egy nagy aljasság is, hogy egy oldalon változtatnak. De én mindig azt szoktam mondani, hogy azért van ennek egy másik oldala is. Vajon az, aki a pénz, a hitelező, felhívta a figyelmét arra, az a pici részre, amit nem meggondoltan írta alá valaki, úgyhogy nem is át is ugrotta. Én ezt ugyanígy igaznak tartottam az oltakozásnál is, hogy oda megy valaki egy olyan dologra, egy olyan aktusra, ahol csak ő neki kell aláírni, és a felelősséget már rá is ruházták, és ha csak annyit megtett volna, hogy értelmezi azt a mondatot, hogy tudomásul kell legyen arról, hogy olyan dologba vesz részt, amire semmilyen melléktanulmány nincs, semmilyen hatástanulmány nincs, és felelősséget nem vállal se az intézet, se az ott lévő szakgárda, akkor ennek egyetlen egy módja van az, hogy leteszi a tollat és elhalad. Na most ennek egy előzménye volt, ezt már könnyebben végre lehetett hajtani, mert nagyon-nagyon nagy félelembe tudták tartani az embereket, de egy előzménye volt a banki történet. A banki történet mindenki tudja, hogy ezer-ezer papír, és mindig minden papír mögött van egy pici rész, azt hát annyira örül, hogy megvan a lehetőség, annyira örül, hogy a pénzhez jut, annyira örül az a szerencsétlen, hogy most meg tudja valósítani az egyik álmát, ami még közel sem biztos az övé, ha például 10-20 évről beszélsz. Mert az, ami a legnagyobb tévút, és azt mindig is elmondtam, hogy ha te hitelre veszel valamit, vagy mögötte van egy hitelező, az, amit te ki nem fizeted, az az övé. Csak használhatja. És majdnem, hogy azt mondom, hogy a jó indulattá múlik, hogy menjik. Aztán, hogy látjuk, hogy a pénz kinek a kezibe van, pontosan tudta, hogy megvolt az a mennyiség, ami ki van helyezve, megvolt az a fix lehetőség, a jó nagy távot látott be, az a szerencsétlennek nem mondták el, hogy figyelj, nem hogy 10 évre, 20 évre, de 2 évre se szabad tervezned, mert itt majd bedobunknak a nyakadba majd egy kis ismeretlent, azzal majd szépen beparáztatunk mindenkit, bezárják a cégedet, meg otthon maradj, meg home office, meg minden van. És ez ott a kérdésem mindig. Ha annyira az embereknek elmondták volna, hogy mi várható, amit pedig tudtak, akkor a hitelezők miért nem mondták el? Hogy nem adjuk oda. Ma már látok ilyet,
hogy nem adnak oda a bizonyos hitelt, csak ha megvan a fedezet, meg hogyha látják, hogy annak valószínű, hogy lesz még esetleg lehetőség, és kifizesse. De például az elején, 10-15 évvel ezelőtt, miért nem volt alapfeltétel az, hogy ahogy egy vállalkozás, ha van egy fejlesztés, akkor arra volt egy tanulmány, egy költségvetés, egy ilyen, hogy hosszú távon ez mennyire valósulhat meg, meg mennyire ez rentábilis, vagy úgy, ahogy van, úszik az egész. Na, a pénz az egy más helyzet volt, mert ott azt mondták, hogy hát te persze felvetted egy házra, vagy egy ingatlan, vagy egy eszközre, vagy személyi kölcsönre, és az illető el is gondolta végig, hogy azt az X millió személyi kölcsön, például én szerintem a legrosszabb volt. Azt mindjárt eldobta már aznap, egy olyan eszköz, amiben a felét se érte, és ő neki a fizetése pedig még közel sem volt ott, hogy ez stabil maradjon. Tehát a pénz, mint olyan, mint ma közutálat, egy olyan energia, egy mágia, hogy meg kell tanuljad a pénzt kezelni. Igenis, ott van az a felelősség gondolkodás, és ezt te is elmondtad, hogy úgy kell kezelni a pénzt, hogy maradjon is. Na most van-e már az embereknek az a képessége kialakulóban, vagy kialakult-e már, hogy van nála 1000 egység, akkor nem vágyakozik 5000 egységre, hanem azt mondja, hogy 500 egységre vágyakozok, mert 500 az a tartalékom. És a bizonyíték most, az elmúlt 2 év, amikor, és most lesz az igaz önnyi bizonyíték, az a pár hónap, amikor ki fognak kerülni a látótérből a csiribilik, a csábító dolgok, egyszerűen megszűnik, nincs. De neked mindig ott lesz, hogy ha szerencséd van valami tartalékod, és mindig ott lesz benned a kis ördög, de szeretnéd folytatni ezt a hókamókát, hogy azért valamit vegyek, nem baj, majd valakitől kölcsönkérek, vagy fölveszek valamit. Én szerintem ez a világ lejárt. Ez a világ lejárt. Ha ezt egy nemzet veszi föl, már akkor se biztos, hogy szerencsés. Már akkor se biztos, mert a környezetbe se. Egyénileg fölvenni, meg majdnem azt mondom, hogy hazárdírozás. Tehát az illúzió, tudod, Miklós, amit nekem írtak, hogy majd az elmúlt 2 évben, hogy majd eltörlik a tartozás, meg az adósság, meg így úgy. Én azt mondtam, először a hitelező törőjék el, nem az adósságot. Mert ha a hitelező megszűnik, akkor neked nem lesz hiteled. De én arról nem olvastam, hogy a hitelező moratóriumot olvastam, de a moratórium, a felfüggesztés, az nem megszüntetés. Még rosszabb is. Rosszabb volt, mert egybe kellett a kamatot fizetni. Így van, meg tehát közben kamatozott a pénz. Úgyhogy mondj egy pár gondolatot ebbe az ügyben, mert azért elég jártas is volt. Igaz, hogy már szerencsére... Na nem azzal foglalkozom. De azért nem marad meg az elben nyomtalanul a pénz. Nem, meg azért pénzzel valamilyen szinten kell foglalkozni az embernek, így van. A mai világban. Így van. Ugye addig, ameddig van, mert az aranykorban ugye nem lesz pénz. Na nézzük. Így van, ott nem lesz pénz. Nem lesz rá szükség. Jó, tehát... Megint ugyanez a helyzet a pénzzel, mint amit mondtam a célokkal. Hogy a pénz az egy eszköz, nem cél. Tehát nem lehet cél a pénz sose, az mindig csak egy eszköz. De most ugye kérdés az, hogy egy eszközt mire használsz. Ugye én beszéltem a kalapácsról. Hát a kalapács használhatod arra is, hogy szöget versz be, meg arra is, hogy az ujjadat ütöd. Tudod? Csak az egyik hasznos, ha valamit tényleg fölakasztasz arra a szögre, de az ujjadra ütöd a kalapácsot, akkor az nem annyira hasznos. Szóval ugyanez van a pénzzel kapcsolatban is, meg minden eszközzel kapcsolatban is. Hát mire használod? Tehát mire használod? Milyen célt valósítasz meg avval a pénzzel? Tehát ugye az megint ugyanez a probléma, anyagi természetű, akkor az mennyire nyúlik túl a szükségleten? Vagy mennyire elégíti ki a szükségletet? Mert ugye itt az a legfőbb probléma, tehát ugye mióta új rendszer lett, és rendszerváltásunk lett ugye a 80-as évek végétől, én mindig mondtam azt, hogy nem az a probléma, hogy az emberek nem keresnek eleget, hanem az a probléma, hogy túl sokat költenek. Tehát erre mondok nektek bizonyítékot, jó? Ha megnézed, mennyibe kerültek a termékek és a szolgáltatások a mondjuk a rendszerváltás előtt,
és megnézed, hogy most mennyibe kerülnek a termékek és a szolgáltatások, akkor látsz egy arányt. Tehát ami azt jelenti, hogy hányszorosára emelkedett. És megnézed, hogy az átlagfizetés mennyi volt akkor, és megnézed most mennyi az átlagfizetés, akkor arra jössz rá, hogy az átlagfizetés az magasabb mértékben emelkedett, mint az árak. És ennek utána tudsz számolni. Ami azt jelenti, hogy nem azzal van gond, hogy kevesebbet keresnek az emberek, vagy keveset keresnek, kevesebbet, mint a szocializmusban, hanem sokkal nagyobb az igényük. És az igény az nem belülről fakadó, az kívülről fakadó. Most, hogy úgy értékel azt az igény növekedést, hogy reklámmal, vagy hogy a szomszédnak több van, ez most részletkérdés. Tehát, hogy te magad gerjesztetted nagyobb, több, magasabbra az igényeidet, vagy kívülről gerjesztették magasabbra az igényeidet, ez ebből a szempontból részletkérdés. Tehát itt az a kérdés, hogy ahhoz képest az ember mennyit költ. Tehát ugye elérték az embereknél, hogy hitelt vegyenek föl. Nem véletlen volt régen az, hogy addig nyújtózkodj, míg a takaród ér. Majd jöttek azok a könyvek, amiben azt írták le, hogy ez egy hülyeség, nyújtózkodj túl, ameddig a takaród ér. Tehát költs többet, mint amennyit keresel. Hát azt miből tudja az ember megoldani? Nyilvánvalóan hitelből. És ennek az a problematikája, hogy amikor az ember fölveszi a hitelt, tudod, hogy 2 év múlva is rendelkezel avval a jövedelemmel? Vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva? Mert ugye fölvetted az hitelt annyi időre. És mi van akkor, hogyha nem rendelkezel annyi jövedelemmel? Mi van, hogyha visszaesik a hitelhez képest a jövedelmet? Akkor hogy fogod fizetni? Na erre a kutya se gondol. És mikor a hitelt fölveszi, senki nem gondol rá. Főleg akkor nem, mikor ilyen hosszú távra veszik föl az emberek a hiteleket. Na most, ha az ember tudja azt, hogy a jéghátán is megél. Tehát én tudtam mindig magamról, hogy én a jéghátán is megélek. De a legtöbb ember az nem tudja. Én tudtam azt, hogy ha a világon mindenki munkanélküli lesz, én akkor sem. Ezt még azt akkor mondtam már, amikor elkezdődött ez a fajta működés, hogy munkanélküliség. Az mikor indult? Talán a 80-as évek vége felé valahogy így. Hogy elkezdték, így van, hogy elkezdték bevezetni a munkanélküliséget. Na, akkor mondtam. Na most, de a legtöbb ember nem így működik, mint én. Hanem úgy működik, hogy kell neki valami biztos, stabil, és ha ő nem talál ki dolgokat, már pedig a legtöbb ember nem talál ki dolgokat, akkor mit csináljon? Hát neki adjanak munkát. Adjanak valami lehetőséget, ahol pénzt keres. És ez nagyon kevés ahhoz, hogy az ember biztosan tudja, hogy 10 év múlva, 20 év múlva is én fogok annyi pénzt keresni, amivel kifizettem az adósságom. Érted? Amivel a törlesztő részletet tudom fizetni. Ezért ugye én fölvettem hitelt, de magánszemélyként sose. Én sose vettem föl magánszemélyként hitelt. Illetve egyszer tévéhitelt annak idején, meg egy boilert vettünk hitelre életemben, talán ennyi volt, amit hitelre vettünk fel. Érted? Tehát ennyi volt. Na most az összes többit az cégként vettem föl, mert a könyvelőm javasolta. De akkor is, mikor kifizettük az utolsó hitelemet, azt mondtam, hogy soha többet cégként sem veszek föl hitelt. És javasoltam mindig, hogy oldják meg ezt a problémát. Miért? Mert tehát van egy szabály ezzel kapcsolatban. Teherrel nem lehet előre haladni. Olyan tempóban, mintha nincs teher. Gondold végig. Minél nagyobb teher van rajtad, annál nehezebben haladsz előre. Ez egy alap dolog. Ha előre akarsz haladni az életedben, terheket le kell rakni. És ha vannak olyan terheid, amit úgy néz ki, hogy nem tudsz lerakni,
mert mondjuk hitel, akkor le kell rakni bármi áron. Érted? Tehát ha az életedben előre akarsz haladni, a terheidet le kell pakolni. Nem csak az a teher, teher egy betegség, teher egy baleset, teher a családi probléma, teher az anyagi probléma is. Tehát bármilyen teher van az életedben, le kell rakni. Ami azt jelenti, hogy ugye betegségre, balesetre, családi problémára tudás elég. Az anyagi problémára a tudás kevés, a hitel problémára ott kevés a tudás, ott még kell hát megoldás is. Tehát olyan megoldás, amivel az ember, vagy akár áldozat, érted? Kell áldozat. Tehát mondjuk egy anyagi probléma megoldásnál, ha szükséges, áldozatot kell hozni, akár olyan áron, hogy eladod a nagyházadat, egy kisebbbe költözöl. Vagy eladod a kis házadat, mert azt nem tudod fizetni, és bemész egy albérletbe. Érted? Akár. Tehát áldozatot kell hozni. Ezt az áldozatot az emberek nem nagyon akarják meghozni. De akik meghozták, tudod, mire jutottak? Mind arra, hogy elkezdtek haladni. És most bőven jobb anyagi körülmények között vannak, mint előtte bármikor. Értitek? És ugye úgy tudod lepakolni a terheidet, ha vannak, hogy tárgyalással. Tehát ebbsz nem úszod meg. Így van. És pedig aktuális személyekkel és jó tárgyalási készséggel. Tehát, hogy jól állsz hozzá. Tehát például több dolog. Tehát ez a fizikai oldal, hogy megkeresed azokat a személyeket, akikkel tárgyalni kell, akik döntőképesek, és azokkal tárgyalsz. Egy, te tárgyalsz, mert neked van hiteled. Kettő, szeretettel tárgyalsz velük. Tartozol nekik, érted? Nem haragudhatsz rájuk, szeretettel kell velük beszélni, tárgyalni, oké? És el tudod, ha ezt a követed, el tudod érni náluk a helyes eredményt, tehát, hogy te is jól jöjjél ki, meg ők is. De mondok egy dolgot, ehhez szükséges egy mentális támogatottság. És ezt neked kell létrehozni. Ami azt jelenti, hogy fogod és elazulsz, nem tudom, mennyire tudtok elazulni, ha nem tudtok, tanuljátok meg, becsukod a szemedet, és elképzeled azt, hogy mi fog létrejönni, minek kell létrejönni. Tehát magyarul mentalitással, a saját mentalitásoddal előre támogatod azt, aminek lennie kell, amit szeretnél. Tehát ez a két dolog. Nagyon jó fizikai valóságban történő tárgyalásokat csinálsz, és mentálisan az egész alá van támasztva. Ez olyan jól működik, hogy például mit tudom én, mennyivel tartozott valaki egy banknak autóját szerette volna ugye elintézni, és a bank nem engedett, eljutott egy bírósági szakba, és a bíróság eltörölte a hitelt. Oké? Okay? Akkor van erre példa? Nem is egy. Így van. Az terjedt, hogy nincs ilyen. Hogyne. Így van. És hiába megfellebbezték, már jogerős a dolog. Mindenki kihasználná. Persze. Szóval lényeg az, hogy ez úgy történt, hogy nagyon jó tárgyalási alap volt. Tehát használta ezeket, amit most elmondtam, és mentálisan az egész meg volt támogatva. Tehát semmilyen olyan elképzelés nem volt, hogy az ellenkezője meg fog történni. Oké? Okay? Tehát rombolni bármilyen jövőt sokkal könnyebb, mint építeni. Tehát egy rövid, rossz romboló gondolattal lerombolhatsz azt, amit esetleg napokig fölépítettél pozitív gondolatokkal. Világos ez? Tehát na, akkor nézzük még a pénzzel kapcsolatos dolgokat. Tehát neked először is tudnod kell magadról azt,
hogy képes vagy teremteni. Ha ezt nem tudod magadról elképzelni, akkor nehezen fog megvalósulni azt, hogy neked lesz mindig elég pénzed. Tehát a pénzhez is teremtési képesség szükséges. Tehát anélkül nem megy. Oké? Okay? Tehát teremteni kell a pénzt. Tehát a pénzt nem keressük. Melyek pénzt keresni? Nem. Teremtjük. Világos? Jó, és ehhez ugye tudnod kell magadról, hogy te képes vagy. Oké? Okay? És ezt folyamatosan erősítened kell magadban, hogy én egyébként egy teremtő vagy. A lelked az teremtőnek született. Tehát a teremtő az teremtőnek hozta létre a lelkedet. Tehát a lelked az egy teremtő energia. Érthető? Tehát lásd azt, hogyha jó állapotban vagy, és gondoskodsz valamiről, az szépül, épül, gyarapszik, stb. Stb. Ha ellenkezőjét csinálod, mi történik? Így kezd romlani az állaga. Világos ez? Pillanat, mindjárt még. Jó, tehát lényeg az, hogy tudnod kell az magadról, hogy van benned egy teremtő energia, amit úgy hívnak, hogy lélek, amit a Jóisten azért teremtett, hogy teremtsen. Oké? Okay? Nem a testünkkel teremtünk, a lelkünkkel teremtünk. És onnantól kezdve, ha ezt tudod magadról, na akkor tudod megmondani magadra is azt, hogy te képes vagy bármit megteremteni az életben, amit szeretnél megteremteni. Világos ez? És ha ezt a technikát folytatod rendszeresen, akkor gyakorlatilag olyan dolgok fognak történni az életedben, hogy eléd raknak lehetőségeket. Érted? Kik? Az angyalok. Eléd raknak lehetőségeket, utána egy kérdés van, hogy élsz vele, vagy nem. De ha teremtő vagy, akkor élned kell vele, mert azért raktak eléd. Világos ez? És onnantól kezdve nincs olyan, hogy nem tudod eléggé megteremteni az anyagi helyzetedet, mert mindig eléd raknak lehetőséget, ami miatt lesz annyi anyagi javad, tehát bevételed, inkább úgy mondom, anyagi bevételed, ami által fogod tudni rendezni az életedben az anyagi dolgokat. De ne akarj gazdag lenni. Jó? Tehát ne legyen ilyen cél, hogy most gazdag akarsz lenni. Nekem nincs, nem is volt sose ilyen célom, hogy gazdag akarok lenni. Nem is szeretnék. Akkor micsoda? Tehát én nekem a célom az, azt mondja, hogy 32 éve az emberek. 32 éve. Tehát az embereknek olyat nyújtani, amire az embereknek szükségük van. Érted? 32 éve. De én nem tudtam, hogy szellemi dolgokban is lehet olyat nyújtani. Én azt hittem, hogy anyagi természetű dolgokban lehet olyat nyújtani, ezért foglalkoztam pénzügyi területtel. Mert azt gondoltam, hogy ha olyan pénzügyi dolgokat nyújtok, ami jó nekik, és sikerült ezt elérni sokáig, hogy nyújtsak, csak rájöttem, hogy hát az nem minden. Hát a pénz az jön, megy, a tudás megy, marad. Érted? A tudás marad. Tehát ezáltal ugye szépen tereltek az égiek, ugye az angyalokon keresztül, és eljutottam oda, hogy ugye most már szellemiséggel foglalkozok, csak szellemiséggel 12 éve. És ugye rájöttem, előtte is foglalkoztam én szellemiséggel, csak nem fő tevékenységben. És ha tudod magadról, hogy teremtő vagy, és tudod azt, hogy mit akarsz, akkor mondom, eléd pakolják a dolgokat. És onnantól kezdve csak élni kell veled. De azt ne azt értsd, hogy ha nem kell semmit sem csinálnom, csak majd a csütgalamba számba repül. Érted? Most ne ezt. Tehát a lehetőség az mindig azt jelenti, hogy neked oda kell tenni magadat. Tehát ki kell lépni a komfortzónából. Valamit a komfortzónában lévő dolgokból abba kell hagyni, és helyette kell más csinálni. Tehát a megszokásokat le kell vetkőzni. Mindig így van.
Tehát, hogyha te nem tudod ezeket a dolgokat elképzelni magadról, anyagi gondokkal fogsz küzdeni a jövőben. Ez a probléma. Érted? Tehát itt még az is kérdés a jövőben, hogy mennyi nyugdíjat fogsz kapni, ha most nyugdíjas vagy, vagy ha nyugdíjas leszel. Ugyanis a legnagyobb kiadása az államnak a nyugdíj. És a legtöbbet a nyugdíjon tudna spórolni. Ezt ők is tudják. Nem véletlenül ezért a nyugdíj már nem nyárandóság, azt tudjátok, hanem adható. Így van, régen az járandóság volt, most már csak adható. Ugyanúgy az egészségügyi ellátás sem járandóság, csak adható. Így van. Na, itt azért lesz egy érdekes. Tessék. Kedvesz, mert azért itt sok nyugdíjas van. Ugye? Azért a nyugdíjra azt kell mondjam, hogy az a rendszer, amelyik a nyugdíjasától elveszi, vagy lecsökkenti a nyugdíját, az önmagába pusztulásra is ítéltethető. Ugyanis azt a nyugdíjat, azt évtizedeken keresztül annak a rendszernek fizette be. Tehát ezt maximum azt tudom elképzelni, hogy azt tudom mondani, hogy itt lezárom a nyugdíjasságot. Aki nyugdíjas, az természetesen fogja kapni, úgy, ahogy annak az kell, sőt, több emeltebbet is kéne adni, mert nagyságrendet többet vontak le, mint amennyi nyugdíjad ma, vagy bárkinek. Az más kérdés, hogy fölül kell vizsgálni az olyan nyugdíjakat, ami mögött nincs semmi. Ha csak azért, mert jó pártmunkás voltam, vagy jó káder voltam, meg ez, hát azokat nem kérdés, hogy azt meg kéne nézni. De a nyugdíjas, aki nyugdíjas, attól elvenni, az maga a rendszernek az aljassága, tehát szégyene, egyértelműen annak mennie kell. Hogy lehet átállni egy másikra, akkor azt kell mondani, hogy viszont ha aktív vagy, akkor nem vonok tőled olyanra a járulékot, amit sose fogsz kapni. Mert jelenleg úgy működik, hogy a járulékot fizeted mindenre. És ha megnézed az egészségügy, megnézed, azokat mind arra fizeted, tedd félre. Én nem véletlenül mondtam, hogy nekem már feltűnt 20-15 éve ezelőtt a magánnyugdíj pénztárok. Hogy minek? És éreztem, hogy annyi ügynök keresett meg, higgyétek el, annyi ügynök keresett meg, és mindegyiket ez adtam a francba. Mert azt mondta, hogy csak pár ezret tegyek be. Oké, de miért hozzád? Hát a pár ezret félret, ezek van nálam valami, beteszem abba. És láss csodát, nézzetek meg maga a nyugdíjpisztárok, hova jutottak. Azt a pénzt, ha magához tette volna be, és itt van az igazi gondom, hogy az emberek magukkal nem ismerik föl, hogy ők kicsodák. Ha saját magában nem bízik, és odaadja valakinek, akkor azt kérdezzem meg, hol van az első probléma? Tehát a nyugdíj, mint olyan, hogy azzal ijeszgetni az embereket, hogy a nyugdíjas elveszem vagy csökkentem, az mindenképpen az a kategória, hogy az, amelyik ezt megteszi, annak távoznia kell. Viszont, ha azt mondja, hogy ez egy teher, akkor meg kell nézni, hogy milyen eszközek vannak, és ugye az a gazdaság azért sokrétű, mi minden van még, ahol fölöslegesek a kiadások. Ahol fölösleges, például milyen létszámok vannak bizonyos helyeken. Jó, ma ez erősen csökken, ennek két oka is van, mert szerintem csökkent a fogyasztóapparátus, azaz távoztak, aminek egyik következménye volt az elmúlt 2 év, és ennek igazi a következménye még most fog jönni. A másik pedig az a gazdasági körülmény a világban, hogy rájöttek, hogy mit abba kell hagyni. Jött helyette egy háború, de abban a lakosság nem érintett, csak áldozatként. Haszna a lakosságnak sose lesz, csak a háborút kiváltónak. Hát én a nyugdíjasom is azért fogom megvédeni mindig, mert a nyugdíjas, amikor eljutott oda, ő teljesítette. Aki teljesítette, azt nem lehet kritizálni, nem lehet fenyegetni, nem lehet félelembe tartani. Nem, azt lehet mondani, hogy új világot nyitunk, egy új gondolkodást, és mindenki teremtse meg magának a nyugdíjat. Én ezt abszolút támogattam akkor is. Voltak példák, hogy van életbiztosító társaságok, életbiztosító, ez a mondható, nem mondom a nevét, mert van ma is. De az egyik legnagyobb. Én emlékszem, hogy 15 vagy 20 éve becsalogattak, és akit megkerestek, az rábólított, és mondta, hogy de menj, jó, rábólítottam. Elkezdtük havi 3-5 ezerrel. Pár év múlva ez 38 ezer lett. Erre azt mondtam egy alkalommal, hogy na most van a forduló, oké, akkor ezt én most kivenném.
És megmondom neked őszintén, ha nem lett volna ott ismerős, akkor lehet, hogy ma is se tudsz kijönni. Úgy. Úgy jöttünk ki, hogy nagyon sok volt benne, és százezrek voltak. Tehát én megtanultam, nekem mindenki írhatja, hogy életbiztosítás, meg biztosíts magad. Magad csak te tudod biztosítani, vagy a hozzád közel álló, a családod, a barátod, a közösség, azt tudja biztosítani. Tehát az ember biztosítja, nem pedig egy intézmény. Ha az ember az emberben nem lát biztosítékot, az intézmény meg úgy hagy ott, mint kutya valamiért. Higgyetek el, hogy ezek nem fikciók, az élet tanulságai. Élet tanulsága az, hogy ismerd föl, hogy barátja kell legyél, a barátod az ember. Nem intézmények, nem fikciók, nem kitalációk, nem mese dolgok. Az ember barátja. Ma mi az? Az ember farkasa. Ez a világ roppan most nagyon meg. Ez a világ töredezik. És ugye mindig oda jutunk, hogy az elején mondtam, ezt kigenerálta. Hát, hogy nem az ember, az biztos. Az ember az már ilyennél tudott válni, amit rátoltak. Úgyhogy a nyugdíjas, ha már nyugdíjas, az éjjel sokáig nyugdíjba, és kapja meg mindent. Ha egyszer 120-at meg tudnánk élni, miért ne tudnánk megélni? Genetikánk adja magát. Sok helyen van írva. Genetikánkban benne van. Az életmódunkban nincs benne a 120 év. Meg amit teszel, iszol, fogyasztasz, stresszeled magad, hülyíted magad, gyógyszertári praxist folytatsz, már gyakorlatilag úgy állsz a gyógyszertárban, mintha levegőt vennél. Na ezek azok a dolgok, amitől te nem leszel 120 éves, hanem egy pár tíz évet tehetsz rá, mert körülbelül addig jó kuncsapja vagy a gyógyszeriparnak. Ha ezt megérti valaki, és átáll egy más gondolkodás, egy más életmódra, és itt mindig ott van, és nálad is szoktam, hogy a tudatos embert nem az fogja meghatározni, hogy hirdeti, hanem ahogy él. Ahogy gondolkozik, ahogy beszél. Egy tudatos ember nem fröcsög. Egy tudatos ember elfogadó. Elfogadja a másikat. Nem akarja megváltoztatni, meghallgatni akarja. Hisz lehet, hogy az a számára furcsa is olyan dolgokat mond, amiben ő is tud belőle kamatoztatni. Miért nem ölelik meg egymást az emberek, Miklós? Mert le akarja uralni. Mert ő jobb akar lenni, ő nem akarja elfogadni, ő a tuti, ő mondja el a tutit. A másik az csak arra van, hogy őt hallgassa, tapsolja, ajnározza. Megölelni? Hát azt nem fogom, hát hisz élősködő. Ember az emberből nem élősködjön, nem segítsen legyen. Ha ez megtörténik, akkor történik meg a bolygón az a nagyváltás, mert abban, amit te is mondtál, Miklós, megemelkedik az a tudatszint. És akkor van nagy bajba az a negyedik dimenzióban lény, aki itt uralja a Földet. Mert ő ezt nem tudja megtenni, mert nincs szeretet, nincs benne együttérzés, nincs benne elfogadás, ő benne egy van, megszerzés. És nem feltétlenül mindig haszonra, a birtoklása. És az bárminek. Nagyon nagy technológia van mögöttük, hatalmas tudás van mögöttük, de érzelem nulla. És ahol nincs érzelem, nincs lélek, nincs benne ez, nincs benne az a szív, abban ne várják semmi pozitív dolgot, amikor te oda kerülsz. Szerintem mindenkinek azt kell elgondolni, hogy először fogadd el az embertársadat. Ne bírjál, én nagyon sokat látok abban, Miklós, hogy csak beírások a kommentekbe. Teljes mértékig tükrözi a kommentelés az emberiség tudatszintjét. Teljes mértékig lefedi. Én nem hallgatom meg őt, én nem nézem meg őt, én nem megyek el oda. Mert ha valahova elmegy valaki, és ott nem találja meg a helyét, akkor nem azt szidom, hanem fogom, fölemelkedek, és kimegyek. És akkor a tanulságot te magadnak kell levonni, de nem az a tanulság, hogy fröcsöksz, hanem tovább lépsz. Hány olyan emberrel találkoztam, hány olyan helyen voltam, ahol körülbelül 10 perc múlva jöttem el. És nem is halljátok tőlem. Mert az volt a tanítása, fölismered-e, 10 percet kaptam rá. Meg 5 percet. Vagy elég volt ránézni 3 percre egy videójára. Ja, hogy ezt meghívni, hát ez biztos, hogy nem. Érted? Ez biztos, hogy nem. Ajánlották, Miklós, hogy mennyi embert ajánlnak, hogy hívjak ide? Mondom, küldj egy videót. Utána jött az elérhetőség. Nem az elérhetőséget kérem, a videót kérem, ha van. Megnézés, köszi, nem. Mert fröcsök belőle az ego, fröcsök belőle a pökhendiség, a alázatmentesség, nem tud ember az emberhez szólni, csak okoskodás, csak megmondom a tutit, és ha te nem érted, te egy hülye vagy, na, értik már, nem értik.
És akkor nem veszi észre, hogy őt nem is lehet így megérteni, mert nem szeretettel beszél, hanem arroganciával. És az arrogancia az, ami kiveri a biztosítékot. Tehát a héten is láttam két olyan videót, amit szerettek volna, hogy az illető jöjjön el, és eleve az 5 percben olyan volt, hogy ez biztos nem, mert szerintem, hogy ismerem itt a közösségünket, meg akik nincsenek, akiket nem látod, az a kb. 10 perc, hogy kimennek és elkezdnek enni. Mert erre nem kíváncsi. Mert nem ide való. Tehát én ezt nekem kell tudnom. Mint hogy neked is kell tudnod, hogy kivel. Kit tudsz segíteni, kinek tudsz segíteni, és olyannak hiába akarsz segíteni, hiába akarsz, aki te átvinni a másik oldalra, nem akar átmenni. Ahhoz, hogy ő átmenjen, az neki is kell lépni. Tehát felemenni csak azt lehet, akinek van szándéka is. Azt, akinek nincs. Az a veszett idő. Úgyhogy most a nyugdíjról beszéltünk, ugye? Várja, Attila mondja, hogy volt egy kérdésed, itt elfelejtett. Igen. A kérdés mondd, akkor bemondom hangosan. Nem kérdés, hanem én másképp látok egy-két dolgot. Például azt, hogy a mai háttérhatalomnak ugye az volt a legfőbb célja, hogy az emberi tömegekből, de inkább emberi masszát gyártsanak, hogy ne legyen tudatos. És közben elkezdte ilyen szemfényvesztő mágiával bombázni, hogy ő vágya, szeressen, akarjon olyan dolgokat, amire tulajdonképpen nincs is szüksége. És ehhez tulajdonképpen egy hitet kellett fölvennie. Én úgy gondolom, hogy ha megtöltöd a szíved szeretettel, annál kevésbé lesz szükséged hitelre. Ez így van. Ez így van. Tehát nem leülni kell tárgyalni senkivel, hanem önmagadban befelé mész, és rájössz arra, hogy nincs szükséged arra, amit az a hatalom felé nyújt, amire tulajdonképpen csak nyomorban jött. Én ezt így gondolom. Hát ugye sokan csinálták, és utána elbuktak mindent. Ez a baj ezzel. Tehát ha már valamit elrontott az ember, akkor azt jóvá kell tenni, tehát meg kell csinálni, meg kell oldani. Tehát önmagában az, hogy várjuk, hogy megoldódjon. Tehát a probléma úgy működik, hogyha a problémát nem kezdjük el megoldani, akkor az nő. Hát látjuk a hitelválságnál mindenkinél így volt. Hogyha nem oldják meg, akkor csak nő. Hiába akármennyire szeret, a bank nem fogja meg magától ezt megoldani. Tehát ott az azt jelenti, hogy ott lépni kell. Tehát az nagyon jó, amit mondasz, a hitel megelőzésére. Tehát megelőzni a hitelt, hogy ne vegyen föl hitelt. Arra nagyon jó, kiváló, amit mondasz. Így van, de ha már valaki benne van a hitelválságban, akkor az kevés. Ott én ugye a megoldást mondtam, hogy oldották meg emberek magát azt, amiben ők belekerültek, belevitték magukat, mert ugye senkit nem kergettek bunkosbottal, hogy aláírja a hitelszerződést, tehát mindenki maga vette föl a hitelt. Tehát azt mondom, jó az, amit mondasz, akkor, hogy megelőzze valaki a hitelfelvételt. De ha már valaki benne van, akkor neki ez a megoldás az, ami számos embernél nálunk ez tökéletesen működött. Jó, tehát, de visszatérve a nyugdíjra, mert ugye az volt. Ugye nem tudom, mennyire tudjátok, hogy nekem a foglalkozásom volt. Önkéntes nyugdíjpénztár elnök voltam. Magánnyugdíjpénztért is alapítottam, de azt így elvették. Jó, tehát... De önkéntes nyugdíjpénztárnak az elnöke voltam 6 éven keresztül. Alapítója és de önkéntes, nem magán nyugdíjpénztár, hanem önkéntes nyugdíjpénztár. Ez a kettő közt lényeges különbség van. És ezáltal nekem ugye nagyon sokat kellett foglalkozni a nyugdíjkérdéssel, és ugye én azt láttam mindig világéletemben, hogy a nyugdíjasokat gyakorlatilag átverték. Szó szerint. Ami azt jelenti, hogy minden nyugdíjas azt gondolja, hogy ő a nyugdíjáért megdolgozott. És közben ez egy nagy átverés szöveg volt, mert a nyugdíjat, mióta a világ a világ, nem, azt mondja, hogy nem, mióta szocializmus van, meg nyugaton ugye kapitalizmus van, azóta úgy működik a nyugdíj, hogy az felosztó-kirovó rendszer. A felosztó-kirovó rendszer pedig azt jelenti, hogy beszedik a
az adókat, járulékukat, és abból kifizetik a nyugdíjat, meg az egészségügyet. Régen ráadásul meg volt határozva, hogy hány százaléka megy egészségügyi, tehát egészségügyi járulék, nyugdíjjárulék, ez hány százalék, ez a kettő együtt volt körülbelül 10%. Az egészségügyi járulék meg a nyugdíjjárulék. Tehát a nyugdíjjárulék talán volt azt hiszem 6% maximum. Maximum 6%. Na most, de ugye nem ennyi lett levonva, hanem a jövedelemnek több 10%-a lett levonva ténylegesen, de annak mindenféle címzett, annak nagy része személy jövedelem adó volt természetesen, tehát valamilyen adóformában. És ez most is így van, csak már nem mondják külön, hogy nyugdíjjárulék, meg egészségügyjárulék, hanem belerakják az egy kalapba az adó, aztán csá. Szóval lényeg az, de egyébként nyugaton ez így volt, ott nem volt így külön bontva ilyen-olyan járulékra. Na most ezt, ha jobban megnézzük, mire fizette ki mindig az állam a bevételeket, bejött egyik hónapban, a következő hónapban abból finanszírozta a nyugdíjasokat, meg az egészségügyi finanszírozást. Ami azt jelenti, hogy soha nem rakott neked abból félre egy megveszekedett forintot sem. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy nem takarékoskodott rád, nem csinálta azt, hogy te befizetted a nyugdíjjárulékodat, és abból majd mennyi pénz lett volna, ezt a szerepet töltötte volna be a nyugdíjpénztár, az magánnyugdíjpénztár, meg ezt a szerepet töltette volna be az önkéntes nyugdíjpénztár, és így lett volna háromlábú nyugdíjrendszer, de maradt ugye alapvetően az egylábú nyugdíjrendszer, a háromlábú nyugdíjrendszer egyébként nyugaton működik. Itt maradt az egylábú nyugdíjrendszer, ami azt jelenti, hogy csak a nyugdíj abból van, amit ugye ad az állam. De az állam nem abból adja, hogy neked mennyi volt a befizetésed, hanem abból adja, hogy ténylegesen mennyi folyt be. És itt ez a kérdés mindig, hogy mennyi folyik be az államnak, mert ha egy kicsit számolgatunk, hogy Magyarországon hány forint nyugdíjat fizetnek ki, te simán utána tudsz számolni, ami azt jelenti, hogy megnézed, mennyi az átlag nyugdíj, és megnézed, hogy mennyi a nyugdíjas ma Magyarországon. És ezt a két számot összeszorzod, és kijön, hogy átlagban mennyi nyugdíjat fizetnek ki. És képzeld el, azt is ki tudod számolni, hogy mennyi a dolgozó állampolgár Magyarországon. És mennyi, aki, tehát konkrétan aki dolgozik, nem az, aki nem dolgozik, csak abban a korban van, azt levonod belőle. A dolgozó állampolgár. A dolgozó állampolgárnak mennyi az átlagkeresete? Annak számolhatod nyugodtan az 50%-át, hogy annyi a levonás. És képzeld el, a bevétele az államnak az adókból, járulékokból kevesebb, mint amit nyugdíjat kifizet. Hoppá! Hoppá! Tehát adóból és járulékokból kevesebb bevételt csinál az állam, mint amennyit tisztán nyugdíjra kifizet a következő hónapban. Miért? Kevesebb? Hát a nyugdíjasok, tehát amikor ez a felosztó kirovó rendszer ki lett találva, akkor nagyon sok dolgozó volt, és nagyon kevés nyugdíjas. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ahhoz képest, amennyi befolyt az államkasszába, adóba és járulékba, alig kellett kifizetni nyugdíjat. Így indult a felosztó kirovó rendszer, vagy háború előtt, vagy háború után, attól függ, milyen országról beszélünk. És gyakorlatilag olyan mértékben megnőtt az előregedés, és olyan mértékben csökkent a születések száma, hogy a dolgozók kevesebben vannak, mint a nyugdíjasok. Már most is. Már most is. És egy átlag nyugdíj több, mint egy átlag fizetés fele. Hoppá. Oké? Okay. Ezáltal az államnak adó és járulék befizetésekből nincs annyi pénze, hogy a nyugdíjat fizesse. Szerintetek miből fizeti a nyugdíjat akkor?
Hitelből. Csak ez így egy nagy átverés. Így van, azért mondtam, hogy az egész felosztó kirovó rendszer egy úgy, ahogy van, egy nagy átverés. Ugyanis amikor egy multi cég megtelne a értéktöblet, abból kifizet egy minimál bért, egy vicces bért, az értéktöbletet ő elrakja, mert nem az állam rakja el. Persze. És abban a pillanatban, abból a minimál bérből az állam nem tud nyugdíjat fizetni. A most az emberek 2-3% a mai technikai szinten ellátja a százat. Így van. Az azt jelenti, hogy nem baj, ha most előregszünk, mert itt nem 2-3% dolgozik most, hanem ami ellátja az összes mindenkit, hanem sokkal jobb a helyzet. De azért nincs rá pénz, mert az állam, ami most gyakorlatilag a multiknak a kihelyezett intézménye, az a profitot, azt az értéktöbletet, amit mi most a munkahelyen megtermelünk, azt nagyvonalon átengedik. Persze. A bérekből beszed ezekből a nyomorbérekből, beszed valamennyit, és ezért nincs. De persze. Ezért van, viszont ez egy nagy kamu, tehát 2-3% ember ma ezen a technikai színvonalon a 100%-ot ellátja. Tehát megvan az az értéktöblet a multik meg a bankok zsebébe, akik ezt a profit szivattyúval elvonják, és utána az állam meg széttárja a kezét az ő intézményükként, hogy bocsi, nincs ennyi a fizetésetek, túlöregedtek, és ez úgy hazugság, ahogy van. Azt az értéket kell visszavenni mondjuk majd egyszer magyar államnak, hogy nem a multiknak meg a bankoknak adjuk a pénzszivattyúkon keresztül azt az értéktöbletet. Én kiszámoltam a Denzónál, japán cég itt Fehérváron, hogy 8 órás gyártósoron, azaz x néhány ezer ember, aki ott dolgozik, 5 évi munkabére lejön 8 óra alatt. És körülbelül egy néhány kilós mondjuk szerkezet, aminek azért az nem platinából készül, ott másodpercenként jönnek le ezek a 4 millió forintos kütyük. Tik-tik-tik, több foci pályányi gyártósoron. Na most ugye... Ez az értéktöblet, ami eltűnik, utána ad a Denzón egy nyomorbért, és utána, hát mert túlöregszetek, kamu az egész. Tehát ez a felháborító, hogy egy olyan szisztémába tereltek be bennünket, hogy a 2-3% eltartja a százat, a neandervölgyi ember a régészeti leletek szerint dobott az öregeknek csontot, és nem hagyta, hogy ti öregek vagytok, nem fizettetek nyugdíjjárulékot. A neandervölgyi ember erkölcsileg sokkal magasabb szinten volt, mint aki ma azt mondja, hogy nem spóroltál, nem raktál magánnyugdíjpénztárat. Közben 40 éve csinált értéktöbletet, amit aztán valaki eltett. És persze, mondják, hogy van. Hol az az értéktöblet egy Denzóba, egy akárhol, az elektronikai meg egyéb gyárakba, nem azt firtatjuk most se, hanem hogy miért nem spóroltál magánnyugdíjpénztárba. Tehát ez egy teljes tévút. Persze, teljes átverés. Vissza az a probléma, hogy elment a hazai történet, átadtuk idegeknek, visszalőtt. Nem abból kéne nyugdíjat fizetni, amit én nagy lelkűen egy Denzó kifizet, hanem most, az értéktöblet, amit megtermelt. Ugye Attila, most arról beszéltél, amire gyakorlatilag semmi hatásunk nincs. Dehogy nem. Mert hogyha ezt a mesét bevesztük, akkor nincs is igényünk, hogy akkor ácsi, akkor csinálunk egy olyan magyar államot, ami én értem van. A szocializmus azért működött, nem volt hajléktalan, meg nem volt nyugdíjas probléma, mert a rossz gazdaságban is a magyar államnak a tulajdonában voltak a cégek. A MOL, a elektronika, a videóton, és még abból az alacsonyabb hatékonyságból is itt maradt az a kevesebb, persze, amiből most semmi nem maradt. Így van. És ez erre egyetértünk, hogy ez nem jó, ez az egész, csak nem tudunk ellene tenni semmit. De ha így látod, akkor nem is lesz. Azért nem tudunk ellene semmit, mert egy olyan világot élünk. Egyelőre. Persze. Hát most nem is tudunk tenni. Egy olyan világban élünk most, ahol a gyakorlatilag a háttérhatalom, ugye az alapvetően 13 plusz 300 család, ugye erről Drábik János is beszélt, igaz? Gyakorlatilag ők a multikat ugye vezetik, illetve háttérből ugye tulajdonosok valamilyen szinten, plusz ugye az állami vezetők
azok meg vannak vásárolva. Az ő munkájuk. Na most, ami azt jelenti, hogy a nép át van verve. Így van. Nem? Akkor a nép nem. Na most a nép, nép nem tudja, hogy át van verve. Azért ezt is mondanám. Ugye nem tudja. És mi történik? Lásd bármilyen választást Európába. Megválasztják a népnyúzóikat. Mert igazából nem is tudnak mást választani. Nincs a palettán sem. Mert nincs a palettán olyan, akik nem népnyúzók lennének, és megválaszthatóak lennének. De ez nem a mi rendszerünk. Tehát ami azt jelenti, hogy most egy olyan dologról beszélünk, hogy amit gyakorlatilag a nép tudna eldönteni, de a nép az nem fogja eldönteni. És a nép az nem fog megváltozni, mert a 70%-a a népnek az csak csapódik. Nem is a 70%-a választópolgárnak. Ami azt jelenti, hogy nem fog fejlődni, nem fog tanulni, az csak akkor, ha már mindenki a környezetében fejlődik és tanul, és azt mondja, hogy jó, hát akkor én is, hát ha ő is, meg ő is, meg ő is, meg ő is, akkor én is. És az a kisebbség fordította át, aki az ilyeneket átlátja, hogy nem a minimálbéremből fizetett semmiből kéne nekem nyugdíjat adni, hanem abból, hogy át vagyok felve, hogy a pénz az én munkatöbletemet valaki elszívja, és arról kéne beszélni, mert erről beszélünk, először a multi fog kicsit finomítani, aztán ki kell venni. A multi azt fogja csinálni, mondom előre, mondom, nem, a multi azt fogja csinálni, hogy fogja és gépesít. És fogja, és elküldi az összes dolgozót. Így van. És ami azt jelenti, hogy ott lesznek munkanélküliként, és a következőt fogják csinálni. Adnak majd az embereknek, ezt úgy hívják, hogy milyen jövedelem? Alapjövedelem, bocsánat. Ez a terv. Alapjövedelmet adnak nekik. Ami azt jelenti, hogy például akinek hitele van, annak úgy fogják az alapjövedelmet kiadni, hogy nem, azt mondják, hogy jó, akkor mindenről lemondasz, ami a tulajdonod. És ezért fogsz kapni cserébe alapjövedelmet. Ami annyit jelent, hogy az alapjövedelem, az azt jelenti, hogy megélnek belőle. Az alapjövedelem, de az egy segély lesz. És tudod, mi van az emberrel? Nézd meg, így van, nézd meg azokat, akik munkanélküli vannak hosszabb ideig, azok szépen haladnak a halál felé. Érted? Ami azt jelenti, hogy az embernél alap dolog, hogy cselekednem kell, tennem kell, termelnem kell, érted? Sikerélményt kell elérnem, ez egy alap dolog. És azok az emberek, akik nem tesznek semmit, főleg a férfiak, ezzel elsősorban a férfiakat fogják úgy írtani, hát nézzétek meg, a nyugdíjba vonuló férfiak jó része az a nyugdíj körül meghal. Vagy előtte, vagy ott, vagy utána valamennyivel. Az, aki túléli, az már sokáig elér férfiként, de a jó része az nyugdíjas kor körül meghal. Miért? A nőknél egy kicsit másabb ez a helyzet, mert ugye ők tudnak tenni-venni. A férfiak meg azt mondják, hogy most mit csináljak, egész életemben dolgoztam, most már... Nem érted. Hát most már mi a manót csináljak, nincs rám szükség. És az ember azt érzi, hogy nincs rá szükség, meghal. Akkor vége, ott a vég. És ugye, ha azt érik el, hogy teljes gépesítés, és az embereket elbocsátják, az lesz, hogy alapjövedelem. És onnantól kezdve az emberek, főleg a férfiakkal kezdve, hogy nem érzik, hogy szükség van rájuk, úgy fognak hullani, mint a legyek. Még a fiatalabbak. Ezt még háborúkkal még meg is fűszerezik. Így van, meg még egyéb Covid-dal, meg akármivel, érted. Megfűverezik, így van, ezzel, azzal, amaz, ilyen vírus, olyan vírus. Miklós, mi a véleményed? Mert én nekem mindig az volt az érzetem, hogy és itt lehet, hogy sokan megsértődnek, hogy a segélyt, mint olyat, én már rég kivezettem volna, mert ebbe bizonyos csoportok hihetetlen jól megélnek, és nem melóznak. Amit melóznak, az nem munka, hanem egyéni attrakció. És ezek a segélyek azok, amik olyan terhek, amiket nem látnak, meg költségvetésileg nem nyugdíjkassa, hanem ez más. Így van. Na most ezeket a segélyeket, ha úgy, ahogy van, kiveszed, és itt nem a kismamákra gondolok,
hanem azok, akik azt mondták, hogy elvesztettem a munkahelyemet, és simán, most azt hiszem van fél év, vagy valamilyen kor, három hónap, de ez vannak olyanok, akik megy folyamatosan, vagy elhelyezkedik, és már megy is ki. Tehát magát a segélyfogalmát azt szerintem át kéne értékelni, mert a segélyforma egy csoportnak életformát hozott, és köszönik, jó vannak, már ezren vannak, nagyon jó vannak, már 23. ugyanaz a családba, de még mindig jön a segély. Tudod? A segély az az, ami nem ösztönzi az embereket, mert úgyis kapom. Mert igazából akinek van gondolkodása, van, tehát tudatos, és az a tudatos ne járassuk le hülyeségekkel. Az nem segélyért megy, mert ő alkotni akar. Tehát ő teremteni szeretne. A segélybe élő, a sose teremt, az csak fogyaszt. Ez egy hatalmas különbség és átverés. Hát ugye, amikor behozták ezt az újfajta segélyrendszert, hogy munkanélküli segély, akkor én mondtam, hogy ez nem lesz jó, mert avval arra fogják az embereket inspirálni, hogy ne dolgozzanak. Tehát ugye sokan is meg is csinálták ezt, hogy ne dolgozzanak. Jó, fű alatt dolgoztak, ugye ez úgy könnyebb, tehát azért a munkát nem hagyták abba, csak adómentesen dolgoztak fű alatt. És lényeg az, hogy maga a segélyezési rendszer ugye azt hozza létre, hogy az emberek például ne gondolkodjanak olyanba, hogy mint amiben régen, hogy hát mi lesz, ha megöregszek? Ki fog engem eltartani? Érted? Hát ki fog segíteni abban, hogyha valamit nem tudok megcsinálni? És akkor azt mondta, hogy jó, akkor csináljunk még gyereket, hogy abban maradjon itthon. De tényleg ilyesmi volt, érted? És akkor az mi volt? Hát környéken maradtak a gyerekekből, sőt, maradt is a családban, ezért voltak a három generációs családok, ami azt jelenti, hogy valaki megöregedett, egy házaspár, akkor volt ott egy gyerek, meg vannak a családja, akiknek besegítettek, és azok gondoskodtak, amennyire kellett róluk gondoskodni. És ha megbetegedtek, vagy mit tudom én, halálos kor jött rájuk, akkor meg meghaltak. De nem korán, mert 70-80 év fölött haltak meg akkor is. Szóval én ezt ugye láttam, ezt az időszakot, amikor ez így működött, hogy a családok segítették a saját őseiket. És a felosztó kirovó rendszerrel ezt fogták és megszüntették az egészet úgy, ahogy van, hogy ne kelljen, ugye ezért próbálnak ilyen utólagos megoldást, hogy a gyereknek kötelesség a szülőről gondoskodni, meg stb. De hát ez már ilyen veszett fejszennyele az egész, tehát úgy, ahogy van. Szóval ez nem ez a megoldás. Tehát azzal, hogy azt a felosztó-kirovó rendszert bevezették, nem számítottak arra, hogy kevés lesz meg mit érdekelte őket akkor, hogy mi lesz majd 2-3-4 generáció múlva? Hát mit érdekelte őket? Akkor az jó megoldás volt, hogy kevés volt az az ember, akit el kellett tartani, és sok volt, aki dolgozott. Szóval lényeg az, hogy azért mondom, hogy ezzel legyünk tisztában. Mert ezáltal egyszerűen, gondoljátok végig, ha egy ország állandóan adósodik el, akkor előbb-utóbb, hát ott olyan problémák lesznek, ami kifizetési problémákat eredményez. És hiába akar egy állam majd kifizetni, ha nem lesz miből, mert ugye mondjuk azt, hogy jó, akkor fizessenek a multik többet, stb., akkor fogja, az kimegy az országból. Azt elmegy Indiába, érted, ahol ennyi van. Akkor a saját munkánk. Hát ugye az azt jelenti, hogy ha kimegy a multi, akkor viszi a technikáját is. Mert visz mindent, és akkor munkahely se lesz. Tehát ebben ez a baj. Ugye én már a 2000-es évek elején mondtam azt, hogy ez a jövő, hogyha megszorongatják a multikat, akkor fogják, azt elmennek olyan országokba, ahol nem szorongatják meg őket. Érted? Indiában nem csinálnak olyan rendben van, viszont ugye a sok kis vállalkozó fölirányzik. Na most ez mindig úgy van, tudjuk jól, ez olyan volt, mint a mezőgazdaság. A mezőgazdasági
tehát, hogy bevitték az embereket a szövetkezetbe, ezáltal elfelejtették az állattenyésztést meg a földövelést, és ezt visszakapták a rendszerváltással. És tudod, ki kapták vissza? Az öregek, mert azok értettek hozzá. És a fiatalok holt nem értettek hozzá semmit. Már menedzserek. És tudod, így van, mert ők már menedzserek. Így van. Tudod, hogy aki visszavette a földet, és utána azért, hogy a gyereke majd tovább vigye, vagy ugye az állatokat, azt tudod, mit csinált? Nem tudom, hány év, szinte évtized kellett neki arra, ahhoz, hogy megtanulja újból. Megtanulja. Tehát ha valaki, mondjuk a apukád kiskereskedő volt, attól te nem, és téged nem vitt bele, akkor neked újból meg kell tanulni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy amiket megszüntettek üzletágakat, ami vállalkozói terület volt, azt azoknak, akik már kiöregedtek abból, azoknak újból meg kell tanulni. Érted? Nyilván, akik kiöregedtek, azok meg azért nem tudják csinálni, mert kiöregedtek belőle. Érted? Tehát ami annyit jelent, hogy ez nagyon nagy probléma, tehát látni kell előre azt, hogy miből milyen probléma van. Ha most azt akarnák, hogy állítsuk vissza a kisvállalkozói rendszert, akik kisvállalkozói rendszerben működtek, azok már mind kiöregedtek. Hát igen, de itt bejön, és most muszáj. Mert hát ez a probléma ezzel. És a fiataloknak meg idő, mire megtanulja, érted? Azokat a dolgokat, hogy ő jó kisvállalkozó legyen, mert ha nem tanulja meg, az első 3 évben tönkre fog menni. Az első 3 évben úgy tönkre megy, mint a húzat. Én azt látom, Miklós, hogy a rendszer most kezdi fölismerni ezt a hibát, és Magyarországon látom a jeleit is. Hogy nem véletlenül, hogy itt változás lesz. Méghozzá nagyon-nagyon komoly változás, de ennek az első lépcsője az lesz, hogy önmagában a fogyasztói réteg le fog apadni, mert ugye komoly elmúlás lesz, de ennek egy hozománya lesz az, hogy az a multi nem fogja tudni megtalálni azt a számítását, és én, tudom, amikor miután járunk, hogy összehozzuk itt, hogy legyen miért oda menni a pulthoz, azt látom, hogy fogynak a multikról az áruk is, és már kezdték leszedni a polcot. Igen. Én megmondom őszintén, én alig várom, hogy az utolsó multi menjen ki az ajtón. Mert, és itt lesz a családoknak az első nagy szembesítés, és a fiataloknak lesz egy nagyon komoly szembesítés, hogy nem tárgyalt az apjával, nagyapjával, hanem bement menedzserkének, meg majd ő lesz majd valami nagyon magasrangú valaki, és elfelejtette már, hogy is fog elétenni egy ételt, hogy fog egyáltalán, mi lesz vele holnap. És nagyon könnyű, hogy lemegyek a boltomba, vagy a mai szokás szerint majd oda rendelem házhoz, mert már az is elfelejt, hogy lemenjen. Ugye ennek volt egy hátsó szándék, hogy az embereket egymástól el kell szigetelni, ne találkozzunk. Persze ezt lehet mondani, hogy miért. Igazából a háttere az volt, hogy ne legyen emberi kapcsolat. Elidegenedjenek az emberek. Viszont, ha elmennek a multik, ami nagyon hamar be fog következni, és az első, ahol be fog következni, az pont az élelmiszer lesz. Lehet látni, hogy a multiknál fogy. Ha most a magyar termelő észnél van, akkor nem tölti föl a helyét, hanem kivár. Mert kintről, nyugatról nem tud hozni. Én most hallgattam több ilyen multinál, hogy a központi raktár még Németországban nem tud adni. Na most nem kell az, hogy odafordul az a multi, hogy na jó van, gyere, hozd be a cuccot, hozd majd te be, mert most bevesszük, persze az is ugyanolyan ár lesz, mint a régi, mert ő vele fogják megmentetni magukat. Most van az, amikor azt kell mondani, hogy nem. És ez ekkor lép be az a, már nagyon felszínen van most már, az a közösségi életmód, az az újfajta életmód, az öngondoskodás, de nem azt a módszert kell választani, hogy most aki idáig dolgozott egy számítógéppel, vagy egy tervezőirodában volt, vagy orvos volt, az eldob mindent és menjen kapálgatni. Nem erről szól. A közösségi életforma az, amelyik a hozzáértőket csoportja megtermeli azt a terméket. Ez szövetkezet. Így van. És át kell adja a következő generációnak, és az nem jelenézetnek fogja nézni a szülőt, vagy a nagyszülőt, mert ezt a rendszer termelte ki, ezt a szemléletet, hogy milyen ciki, hogy te a földet fogod tudni nézni, meg ajánlunk neked, micsoda jó kis irodista leszel, vagy valami franc. És ma
ő az első számú veszélyeztetett, aki nem fog senkinek adni semmit, mert hát nem is ért semmit. Hát a városlakók. Csak a kompjútert tudja. A városlakók. Igen, igen. Azért mondom, ez most fog megváltozni, ennek az első igazán markáns megnyilvás az ősszel lesz. Én a múltikban látom a jeleit. Lidőbe, metróba, lehet látni a Tesco-ba, ott vannak a jelei. Egy évvel ezelőtt mindenki járt ezekbe. Mit vettetek észre? Lecsökkentek a polcok, nagyobb a távolság a polcok között, régen nem érted a tetejét, most átlátsz fölötte. Ez arról szól, hogy kevesebb felületen teszik ki azt a kevesebb dolgot, és így nem tűnik üresnek a bolt. Kisebb a választék, kettő. Kevesebb a mennyiség. Kettő. Ők pontosan tudták, hogy nem is lesz rá érkező, mert azt már nem fog bejönni az ajtón. Tudjátok, ez mennyivel? És miért tudta? Nem az Osan vagy a Lidl vezetője volt az okos, hanem akit te is említettél. A multinak a gazdája tudta kín nagyon messzire, hogy az üzleteivel majd ez lesz, de őt ez nem érdekli. Nem ez érdekli, mert már a következő fejezet már nem erre íródik neki. Itt lesz szerepe, hogy össze tud fogni egy társadalom, és meg tudja érteni azt, hogy az önellátás az nem csak magamat lát el, hanem az egész terület, egy várost, egy országot, és a végén rájön arra, hogy nem is kell nekem multiba járni. Vissza kell térni az eredethez. Mondjad. A multi abból is észrevehette, mondjuk, hogy csökkentek a bevételei. De nem erre akartam inkább kitérni, hanem tegnapi bejelentkezés volt egy parancsnok a részéről, hogy a központi statisztikai hivataltól kapott egy ilyen forma nyomtatványt, hogy töltsek egy ilyen állatartást vezet a saját földjein. És ő azt mondta, hogy annak ellenére, hogy nem fogja ezt kitölteni és visszaküldeni, annak ellenére, hogy 2 millió forintos pénzbírsággal fenyegetett. Na most, ennek van két forrás gondolata. Vagy azért akarja tudni, hogy új kulákrendszert akarnak vagy szépen kiépíteni, és megvesz azt, hogy ki kell majd belasztózni, és kinek a javai. Vagy pedig valóban az van, hogy a multiknak a kivonulásakor kikre lehet támaszkodni jelenlegi szempontjából. Szerintem ez lesz. Lehetséges. Szerintem ez lesz. Már tavaly mondta Lázár, hogy ezért ki akarja rakni a múltat. Minden jó, és nagyon elkanyarodtunk, hogy inkább térjünk vissza arra, hogy szerinted Miklós mit hoz a következő idő ezzel a sok félelemmel, újabb riogatással, vagy beszemezett totál más van, és hogy te látod azt, hogy az emberek, ha más nem a saját bőrük, forog kockán, hogy elkezdenek tudatosodni? De is érzed azt, hogy egyre több ember kezd érdeklődni egy kicsit saját magam dolga iránt? Te is ezt érzed? Én ezt érzékelem. Te is ezt érzékelem? Ugye én azóta látom ezt, mióta a Covid van. Igen. Tehát a Covid óta ugrásszerűen nőtt ugye azoknak a száma, akik kinyíltak. Tehát a Covid óta. Tehát ugye ez úgy működik, hogy az ember amikor nem lát fizikai megoldást, akkor ugye vagy nem lát továbbra se, és úgy marad, vagy azt mondja, hogy akkor hát itt valami szellemi megoldás kell, mert hát a fizikai megoldás az csődöt mondott. De ugye ez a kérdés, hogy az adott személy az most milyen, hogy mennyire az, aki a szellemi megoldást, azt megoldásnak látja. Tehát ugye ezzel kapcsolatban egy kis olyan dolog, jó, hogy aki szellemileg nyitott és hisz a szellemi dolgokban, azoknak egy kicsit abban kell gondolkodni, hogy te képes vagy arra szellemi emberként, hogy fizikailag többet teremtsél. Tehát ami azt jelenti, hogy ha szellemileg el tudod képzelni azt, hogy mit teremtsél, akkor ezt fizikailag is meg tudod csinálni. De ugye itt az emberek fordítva gondolkodnak, hanem úgy gondolkodnak, hogy fogják és afelé gondolják, hogy mit akar a fizikai létben megteremteni, és utána csodálkozik, hogy megteremti vagy nem teremti meg a legtöbb ember. Mert ugye az embernek van egy olyan lelke, amely egy teremtő. Tehát gyakorlatilag a te lelkeden keresztül
vagy jót, vagy rosszat, attól függ, hogy működsz, tudsz létrehozni. Tehát ami azt jelenti, hogy ha csak egyszerűen te jó rezgésű vagy, akkor lassabban romlanak el, és mennek tönkre a környezetedben a dolgok. Ezt tudod jól, hogyha valaki jó rezgésű, akkor a növényei nem hervadnak el, érted? Csak most mondtam egy példát. Tehát egy emberi lélek az úgy működik, hogy teremtő erővel bír, akkor is, ha tudja, akkor is, ha nem. Ha tudja, akkor a teremtésre tudja felhasználni ezt az energiát. Ha nem tudja, akkor pedig a rombolásra használja, mert negatívan gondolkodik, és ezáltal minden környezetében elkezd pusztulni. Na most, ha az ember tudja azt, hogy benne van egy olyan lélek, már pedig minden emberben van, minden embernek tudnia kell, hogy egyszerűen tudok teremteni a saját gondolataimmal, akkor először kigondolod, amit szeretnél, és utána teszel érte, és nem fordítva. Jó? Na, ebben kapcsolatban ennyi. Kérdezzetek. Az előadáskor, hogy a lélek, amikor ugye meghalunk, akkor van még választása, hogy felemegy a lélek. És hogy ez mi ez a pont, hogy ezt hogy dobják föl választásként? Hogy de ott még van lehetőség. Tehát ott arról volt szó, hogyha ugye még monosztereket is hajtott végre, hogy mi az a pont, amikor úgy leszippantják, vagy pedig fölfele megy után. Tehát ugye a kérdés arra vonatkozik, hogy ha valaki gonosz dolgokat csinált életében, és ugye szeretné a lenti létforma megszerezni azt a lelket, akkor mi az, ami ugye megfordítja az illetőt, na, akkor megállok, hogy mikor, mert két pont van, ahol megfordulhat az illető. Úgyhogy elindult a lentiek felé, tehát a lentiek már dörzsölik a tenyerüket, na, hogy lesz egy új lelkünk, és két pont van, ahol meg tud fordulni az illető, vagy lagosan. Ez azt jelenti, hogy közvetlen halála előtt. Az azt jelenti, hogy még halála előtt meggondolja magát. Tehát ott a halál előtti időszakban. Egy, a másik akkor, amikor meghalt, és rendelkezésre állnak még neki időpontok, tehát napok. Földi léptékben napok. Ugye tudjátok, hogy egy halott lelke, az még itt marad a Földön, ugye... Hát 42, vagy mondják azt is, hogy 49, mindegy. Maradjunk a 42-nél. Lényeg az, hogy itt marad, miért? De csak azért marad itt, mert elintézendő dolgai vannak. De. Itt vannak ezzel kapcsolatban gondok. Ugyanis rengeteg elhalt lélek van a bolygón. Tehát milliók, akik nem mentek el. Tehát nem mentek el, itt maradtak. Miért nem mentek el? Ugye két okból nem mentek el. Az egyik ok, hogy fogalmuk nem volt életük során, hogy mi lesz a halálkor, és utána mi a teendő. Gondold végig. Az rokonait közül, akik meghaltak, mennyire tudták, hogy mi lesz a haláltól, mennyire kell tőle félni, mi lesz utána? Mennyire tudták azt, hogy mi a teendőjük, hogyha meghaltak? Tudták? Igen, de a mostaniakról beszélek. A mostaniakról. Most csak fél. Így van. Mivel nem tudják, hogy mi a teendőjük, ezáltal mikor elvinnék őket, akkor elmennek. Tehát elmenekülnek. Oké, és nem tudják őket elvinni. És akkor itt adják békén, mert itt ragadnak. Ez az egyik. Mi van a másikkal? Ugye a másik esettel az a probléma, amikor valaki álmában hal meg. Tehát álmában meghal, és éppen álmodott, és azt hiszi, hogy álmodik tovább. Mert ugye amikor meghalt, kilép a testéből, és az egész úgy kezd el működni, mintha álmodna. Miért? Mert szabadon közlekedik. Nincs idő és térkorlát.
És az illető, mivel álmában sincs idő és térkorlát, azt hitte, hogy álmodik tovább. És tudjátok, hogy akár évszázadokig is álmodhat valaki, mert nincs idő és tér, képzeld el. Ő azt hiszi, hogy álmodik, mert nem tudja, hogy az ott lehetett mondjuk 200 év. Érted? Tehát ez a problematika. Na most azt, hogy mikor halt meg, ugye, tehát például az, hogy álmában halt meg, hát igazából nem véletlen, mert megint milyen ember hal meg álmában úgy, hogy itt marad? Hát az, akinek fogalma nincs, hogy mi a halál, hogy van ez, és valami hirtelen módon hal meg, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő nem tudta előre, hogy meg fog halni. Tehát aki álmában hal meg, az nem tudta előre, hogy meghal, mint azzal szemben, aki ott küszködik, és nehogy meghalljak már, vagy jaj, most meg fogok halni, ugye a kettő közt óriási különbség van. Hirtelen baleset? És a baleset az egy teljesen más kérdés, mindjárt beszélek a balesetről is. Tehát lényeg az, hogy ez a problematikája, és ha itt marad egy lélek, akkor ugye, és utána nem tudják összegyűjteni őt, akkor mit csinál a lélek? Csökken az energiája. És mit csinál a lélek, hogy energiája legyen? Hát elkezd rátelepülni valami olyan emberre, akinek alacsonyak alacsony a rezgése, de még azért van annyi energiája, hogy ő tud tölteni egy elhalt lelket. És akkor így érdegélik a idézőjelbe életüket az itteni lelkek. És ilyenkor van az, hogy valaki mondjuk érzékeli, vagy tudja, hogy van rajta egy lélek, és akkor felküldi. Tehát az ő energiájával felküldi azt a lelket, és akkor az a lélek elmegy, mert akkor már nem tud elmenekülni. Világos ez? Hanem egyszerűen, mikor rajta van, leveszi róla és felküldi. Jó? Tehát, és akkor elmegy az a lélek. Baleset az teljesen más kérdés. A baleset az kivonják az illetőt a forgalomba. Tehát az ilyen hirtelen események, szívinfarktus, agyvérzés, stb. És annak a halálesete, a balesetek is ide tartoznak. Az azt jelenti, hogy az illető nem teljesítette a küldetését. Puff! Kivonják a forgalomba, egyre többet láttok ilyeneket, illetve fogtok ilyeneket látni, ezt jó, ha tudjátok, akiket így hirtelen kivonnak a forgalomba. És megnézed az életét, és azt mondtad, hogy nem véletlenül vonták ki a forgalomba. És a kisgyerek? Kisgyerek? Tehát ugye az életünk az három, tehát a gyerekkorunk az három részre oszlik. Az első 7 év, második 7 év, harmadik 7 év, addig van gyerekkor. És ugye attól függően, hogy mikor, az első 7 évben, második 7 évben, vagy harmadik 7 évben halt meg az illető, attól függően tudok erre a kérdésre válaszolni. Mert ugyanis, ha az első 7 évben halt meg valaki, akkor ezt ő teljesen bevállalta azért, hogy a szülei megkapják azt a tanítást, amit ebből tanulniuk kellene. Ez nem büntetés. Így van. Így van. A második 7 évben ugye itt már benne van egy egyharmados saját felelősség. Az azt jelenti, hogy de kétharmad van akkor is a szülőknek a felelőssége az egész, és a szülőknek kell belőle tanulni. De az biztos, hogy ott, amikor valaki a 7 év után hal meg, akkor azok a szülők komoly olyan dolgot tettek, ami miatt a gyereknek el kellett menni. Tehát nem úgy értve, hogy... Hát mondjuk a párkapcsolatban egymással. És a gyerek viszi a balhét. És a gyerek viszi a balhét. Így van. Így van. Így van. Tehát ott már benne van az is, hogy a gyerek azt mondja, hogy miért éljek tovább. Értitek? Tehát a harmadik 14 évben ugyanez a helyzet, csak még fokozatosan, vagy még fokozottabban saját magára nézve, a gyerekre magára nézve. Tehát ott már csak egy harmadban felelősségük van a szülőknek, ha valaki ott hal meg, és kétharmadban már saját magának van felelőssége a saját halálában.
És mindig ugye, hogyha már felelőssége van az embernek a saját halálában, akkor mindig ott van benne, hogy mennyire teljesítettem a küldetésemet, vagy sem, illetve mennyi esélyem van a küldetésem teljesítésére. És ha fentiek úgy látják, hogy nincs esélyem a küldetésem teljesítésére, akkor fogják és kivonnak az élők sorából. És mi van akkor, ha valaki nagyon szép kort ér, mert most nem a 120, ami már ajánlott? Nagyon mondjuk egy 90%, az azt jelenti, hogy miért adták az életet? Ugye régebben, tehát régebben nem azért születtek az emberek, hogy most mondjuk az aranykort létrehozzák, hanem ugye azért születtek, hogy végig teljesítsék azt a családi küldetést, mert a legtöbb embernek családi küldetése volt, amit a családdal kapcsolatban végig kell csinálni. És ha megnézed azokat az embereket, akik szép kort éltek meg, és még azelőtti az időszak előtt születtek, amikor ugye az aranykor véget születtek az emberek, tehát mondjuk a múlt század elején születtek, akkor ugye megnézed, akik szép kort éltek meg, azoknak a nagyon nagy része az a családi küldetését teljesítette, és ráadásul még nem is voltak ostobák. És nem is csinálták a saját ostobaságaikat. És nem csinálták azokat az ostobaságokat, mint manapság, amit mi csinálunk, a mai kor embere. Mondok neked akkor még egy-két változatot, hogy mi a véleményed róla. Mi van akkor, ha megszületik egy gyerek egy családba, és teljesen egészséges? És mit tudom én, x év múlva, lehet ez 2 év, 3, 4, 5, 6. évében, elkezd lerobbanni az egészsége, és már felülegyetre szorul, tehát támogatásra szorul. És ebben is beigetjük kettőt, bonyolítsam egy picit. Ha olyan állapotba kerül, hogy gyakorlatilag nem úgy gondozni kell mind a két változatot, az egyiknél a tudata tiszta, de a fizikai állapota kész, tehát a leromlott, tehát az szállt el, a másiknál pedig a tudata is olyan, hogy zavaros, tehát az már nem beszámítható. Megyünk az elsőre. Leszületik a gyerek, és teljesen rendben van, steril minden. És ez ki is derül már onnantól kezdve, hogy beszél, meg jár. Igen, így van, így és van, csak egy pár év múlva megérkezik valami, jelek vannak, látják a családba, és bekerül egy olyan helyzetbe, hogy már nem uralhatja a testét, hanem már külső segítség kell. Ez akár egy eszköz, de inkább a család többi tagja. És ez mondjuk 7 éven belül történik. Igen, mondjuk, igen. Jó. Akkor mi van például? Jó. A szülő vagy esetleg egy karmát hoz. Egy előző életes dolgot tud le. Tehát az előző életi karma az onnan akkor mutatkozik meg, hogyha az illető már úgy születik. Itt egészségesen születik? Akkor nem. Akkor mi lehet? Akkor nem. 7 évesen nem tud rossz lenni, amikor most 7 évre beszéltünk. Így van, 7 éven akkor belül. Mi volt az a sorsírónak, mi volt akkor a szándéka, hogy betett őt egy ilyen élethelyzetbe, hogy egy következő életre így készíti föl, hogy végigviszi? Hát az a másik kérdés, hogy a szülőknek egy tanítás, vagy annak, aki be, hogy tudod-e méltósággal viselni, tudsz-e örülni még így is, mert igazából nem a testednek örülsz, hanem a létezésednek. Na ez egy másik gondolkodás. Tehát amikor az ember leélte az előző életét, és beszületik egy olyan családba, amit kiválasztott, ugye még akkor, amikor nem törölték el a tudásunkat, akkor tudják az emberek azt, mármint a lelkük, mert ugye nem emberről van szó, nem lélekről van szó, a lélek tudja pontosan azt, hogy mi várható abból a családból. Tehát ugye a fentiek nyilván segítségével tudja ezt. Ők pontosan előre tudják modellezni, hogyha egy ilyen családba beszületik egy lélek, akkor ott mi várható. Ezáltal az illető az előző élete alapján vállal egy karmát, ami azt jelenti, hogy tudja, hogy ilyenné fogják nevelni, ilyenné fogják tenni. Na most azt mindig kideríthető, amikor egy ilyen elemzést csinálunk, hogy vajon miért vállalhatott ilyen karmát. Jó? Tehát az azt jelenti, hogy,
hogy az előző életnek mindig van következménye, nincs, hogy következmény nélküliség, ezt hívjuk karmának. Tehát a karma aki az... Aki nem is hisz benne. Így van. A karma az, amit meg kell élned, és meg fogsz élni. És egy dolog van, hogy a karmát viszed-e tovább, vagy adod-e tovább, vagy leteszed a karmádat. De ugye csecsemőként, kiskorúként nem tudod letenni a karmát, felnőttként. Tehát akkor azért kerül abba az állapotba, hogy karmát tesz le. Így van. Tehát ami azt jelenti, hogy... Nem a szülőknek van... Várjál, amikor valaki egy olyan állapotba kerül, hogy ő beszületik, és egészségesként születik, és utána pedig megváltozik az állapota, és... Gyógyíthatatlan betegség. Például gyógyíthatatlan betegség. Az nézzük szülői szempontból. Mikor ilyeneket elemzem, mindig egyértelműen látszik a szülők felelőssége, és elsősorban az anya felelőssége ebben a kérdésben. Az anya felelőssége. A második mindig, és minden volt, esetben. Az azt jelenti, hogy mindig annak a felelőssége a domináns, akivel többet van a gyerek. És az nem az apa, hanem az anya. És az független attól, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, mert az befolyásolja a gyereknek a működését, akivel a gyerek van. Na most akkor mert teszem még a tétet neked. Jó. Jó benne vagyok. Mi van akkor újabb a családban egyszerre? Kettő van ilyen. Na most... És ráadásul egy időben is. De kettő van ilyen, mert akkor igazából kinek a karmát hiszi, mert ott az anya egyszerre kettő helyen nem tud. Tehát ugye vannak olyan emberek... Mind a kettő szinte következő, egyik pillanatról másikra, illetve úgy pillanat, hogy szemlátomás lerobban, tehát olyan helyzetbe kerül, a család derekasan állja a sarat, és a két gyerek, az pedig szinte egymás követve ugyanabba a stációba kerül. Idő eltolódása? Nagyon picivel. Mennyi? Egy-két év. Vagy lehet, hogy azonnal, vagy egy év. Tehát amikor beszületik ugyanabban a családban két-három gyerek, mert ugye akár több is, több gyerek esetén, akkor ugye mindig azok a lelkek, akik a létközi állapotban vannak, az előző életükből kifolyólag, ugye választják ugyanazt a családot, mert viszonylag, nem azonos, de viszonylag hasonló élethelyzeteket éltek meg az előző életükben. És ezáltal ugye ugyanazt a családot vállalják be, mert de bevállalják előre ugyanazokat. De nem ugyanaz az életük lesz, mert nem egyszerre születnek. Az ikrek azok, akik tökéletesen ugyanazt vállalják be. De ezt akkor azért is vállalják be mind a kettő, mert abban a családban az a két szülő, egy biztos támaszt az, hogy végig őt segítik ezt a karmát letudni. Tehát két szülő, nem letudni, akkor... először is megélni. Megélni, mert mindig az a lényeg, hogy meg kell élni a karmát, és a karmát le kell tudni rakni, és ahhoz kell a tudás. És ebbe akkor oda születik abba a családba, ahol az a két szülő ezt a karma lerakást támogatja, mert támogatásra szorul, és a két szülő nem beadja valami menhelyre, vagy valahova, hanem közvetett rész lesz az ő életébe, ami persze egyik síkon, másik síkon, fizikai síkon a szülőnek teher, igazából ő nem így éli meg, hál' Istennek adott esetben, de neki viszont egy jó út, egy ilyen szülő páros mellett egy lehetőség, hogy leteszi. Nem látsz egészen. Látsz arra lehetőséget? Arra, nem egészen. Tehát azért nem egészen, igen. Azért nem egészen így van, mert ugye amikor valaki mondjuk olyan szintű betegség éri gyerekként, és egészséges indítatással, tehát egészségesen indult, és olyanná fejlődik ugye az élete, hogy teljes rászorulásra szorul, és akár szellemileg is, ugye elkezd visszafejlődni. De itt nincs. Ja, itt nincs, a szellemiség, az, szellemi, az marad és tud fejlődni? Igen, az rendben van akkor. Ez azt jelenti, hogy magának a karmát azt úgy tudja egy ember lerakni, hogyha tudatos. Tehát
öntudatlan állapotban nem tudja, tudatlan állapotban sem tudja lerakni az ember a karmát. Tehát csak tudatosan tud egy ember karmát lerakni, és mivel a tudatossága egy embernek teljes egészében 21 éves korba érik meg, korra érik meg, ez azt jelenti, hogy hát ugye az első 7 évben ki van csukva, hogy ő letegyen karmát. Tehát az első 7 évben. Ott ő neki az előző élete alapján van egy megélés, amit meg kell élnie, és a szülei által éli meg azt, amit megél. Tehát a szülei hozzák létre azt a helyzetet, tehát azokat a lépéseket a szülők elkövetik, ami létrehozza az illetőnél a betegséget. És le tudja tenni a karmát. Nem leteszi, akkor teszi le a karmát, ha felnőtt lesz. Akkor tudja lerakni. Van esélye ilyennek, hogy meggyógyul? Ha az ember átlátja az életműködését, amit felnőttként tud az ember teljes egészében átlátni, akkor képes arra, hogy úgy élje az életét, hogy elinduljon a gyógyulás útján. És ezt a felső világ látja. Így van. És támogatja. Így van. Az ülők, én így szerintem van. Ebben az esetben mindkettőnél pozitív karmát írnak. Mert ők támogatók, meg segítők. Neki viszont meg lesz a lehetősége felső világ támogatásával, hogy adott esetben még ebbe az életében fizikai síkon fölállhat, és lehet, hogy kitörlik belőle azt a karma részt, és éli az életét úgy, ahogy kell. Nem az a lényeg, hogy milyen módon tudja az életét élni, hanem az a, mármint úgy ért, hogy fizikálisan, igen. Hanem az a lényeg, hogy jól érezze magát. Igen. Ez fontos. Abban. És mi van akkor, ha adott esetben tényleg fogyatékos? Milyen fogyatékosság? Hát adott esetben beszületik egy családba, Fogyatékosan születik meg. Az egyértelműen olyan karma, ami azt jelenti, hogy valószínű olyan fogyatékosságot okozott az előző életben valakiknek, vagy valakinek, és ő most meg kell élnie azt, amit akkor okozott. Akkor mi gyakorlatilag önmagunkon látjuk az előző életünket. Így van. Hát adott esetben, meg a családunkon, a családban, amiben beleszülettünk. Jól nézel ki, most nem ezt a divat jól nézel. Egészséges vagy. Egészséges vagy. Tehát azt érzem veled, bármikőtökkel, hogy jól érzem magam veletek, akkor azt jelenti, hogy a te előző életedet látom benned, te meg jól érzed magad velem, azt látod, hogy én az előző életet mutatom meg neked. Tehát akkor egymás tükrei leszünk abban a pillanatban, ha tudjuk értelmezni a tükről jelentését. Így van. Sokszor szoktam beszélni, és kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed, hogy valaki odáll egy tükör elé, ami először látszólag, és nem azért áll most oda, és kíváncsi, hogy te hogy érted ezt. És odáll valaki a tükör elé, és elkezdi magát kiigazítani, kifesti, átvésüli, átrendezi, hogy ha nem lenne tükör, akkor hogy lenne magával elégedetlen, vagy hogy nem? A tükörnek akar megfelelni, vagy kinek? Mert ő úgy tökéletes, ahogy van, és nem a hajat, mert ha van egy mozdulat, te meg tudod érinteni, megfogod. De ha te javítod, akkor igazából a tükör előtt egy önvallomást teszel, hogy te már korrigálnád magad, csak hát ez a szinten még nem vagy. Hogy érzed ezt? Szóval egy kicsit ilyen elvontabb ez, de én erről sokszor beszélek. Ugye a tükör az maga a te reakciód önmagadra. És igazából a tükörre beszélgetni is lehet. Hát ugye az, hogy ki mennyire fogadja el magát mondjuk a tükör előtt, amikor reggel belenéz a tükörbe, az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy milyen neveltetést kapott. Tehát, hogy esetleg mit engedtek, mit nem engedtek neki. Tehát, mit tudom én, már 7 éves kor előtt elkezdi a kislányt kifesteni az anya. Képzeld el, még 7 éves sincs, és már kifesti az anya. Szóval most onnantól kezdve neki első gondolata lesz, amikor felnőttként föl kell, hogy ő kifesse magát, mert az anya kifestette.
És ugye miért csinálja ezt? Mert ugye ezzel azt ért el az édesanyja, hogy te nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Te akkor leszel jó úgy, ahogy vagy, aki vagy festve. Így van. Tehát, de ez mit ért el el a szülő? Ugye azt, hogy az önbizalom az csorbuljon, így van. Tehát te kislányom, éppen nem mondta ki, te kislányom akkor vagy szép, hogyha ki vagy festve. De ez nem csak ugye a 7 évesnek igaz, hanem később is igaz. Emlékezzetek, aki az én korosztályom, az tudja, hogy nem engedték a lányokat kifesteni magukat általános iskolában. Emlékeztem? Nem, tilos volt. De nem mehetett úgy be az iskolába, hogy ki volt festve. Emlékeztem? Így még a körömlakót sem csinálhatta, így van? Emlékeztem? Most ehhez képest akkor nézzétek meg most a mai világunkat, hogy az a szép, érted? Hogyha mindenki ki van festve. És ez ugye csorbul, folyamatosan csorbítja a saját én képemet. Ha az én képem csorbulva van, akkor az önbizalmam is. És ezáltal ugye mit kell csinálni? Tehát, hogyha nem megy az, hogy magammal rendben vagyok, akkor elindulnak ugye kifelé a túlzott kinyílás. Egy olyan világban élünk, ahol a nők túlzottan ki vannak nyílva a világ irányába, átlagosan. Ami jó is, de rossz is. Miért rossz? Mert ez elsősorban a férfiaknak a dolga lenne. Érted? És ezáltal ugye a férfiak nem érzik jól magukat. Tehát a nőknek nem baj, hogyha ha kitárulkoznak, csak nem annyira. Ugye a nők azok megnézve mindig visszafogottabbak voltak sokkal, mint a mai nők. Sokkal visszafogottabbak voltak. Hát most már azt lehet mondani, hogy a férfiak a visszafogottak. Nem? Ők varázsolnak is. Tehát, és ez azért, mert belül hiányzik a helyes én kép, érted? És akkor, ha belül nem vagyok rendben, akkor majd kifelé megmutatom magam, mert ugye az a kifestés és stb. Az mind a kifelé irányul, nem önmaga számára irányul. Nem tudom, elég világos voltam. Most érdekes kérdés jutott eszembe megint. Most aztán nektek is. Hogy én nagyon sokszor beszélek arról a családról. Nekem az a véleményem, hogy a családok, mint olyanok, az, és tisztelet, akinek nem ilyen. Tehát az csak azokról beszélek, akiket úgy látok. Hogy én úgy érzem, hogy most egy nagyon komoly szétválások lesznek a családokban. Méghozzá nagyon komoly. Tehát a válások... Ezt jól látod, és abszolút én is így látom. Én ezt nem látom rossznak. Megmondom miért, mert inkább menjen szét és találja meg az egymáshoz illőséget, az azonosságot, mint leélje úgy az életét két ember, és akkor még súlyosabb, ha még a gyerekeket is belevonják, és igazából két irányba mennek, mert ebből a végén a gyerekek is két irányba fognak menni. Te hogy látod, hogy nem most lesz a családoknak a nagy megmérettetése? Te sokszor beszélsz el. Igen, nem, párkapcsolatban sokszor. Kedvenc témád. Igen, kedvenc témám. Ugye erről túl sokat tudnék beszélni, az a baj. Lényeg az, hogy az ember a párját nem választja, nem kapja. Ez a lényeg. Tehát ugye ez egy kulcs. Mint a családtagodat sem. Így van. Tehát ugye a gyerek például az választja a szüleit. Tehát minden, jó, hogy nem baj, ha mondjátok a gyerekednek, hogyha balhézik, hogy figyelj, te választottam. Simán, mert ez tényleg így van, hogy a szülőt választotta a gyerek minden esetben. Na, akkor nézzük tovább. Tehát... Az anyát választja, vagy a szülőpárt? Szülőpárt. Szülőpárt. Mindig a szülőpárt. Így van. Tehát lényeg az, hogy hát mert anya még azért magától nem fogad. Lehet, hogy valamikor már előfordulhat, hogy magától fogad, de most még azért kell hozzá egy elkező nemű. Jó? Tehát már van ilyen, hogy mindegy, hogy csak valamit oldjuk meg azt, hogy terhes legyek, már van ilyen. Nem is ez a téma, hanem az a téma, hogy,
Ugye én a következőt szoktam csinálni. Tehát mindig nézem azt a párkapcsolatnál, hogy van egy gyerek vagy nem. Tehát ugye én rengeteg párkapcsolati problémával találkozom, és megoldásra váró párkapcsolati problémával találkozom. És ugye mindig azzal akkor lehet megoldani egy párkapcsolatot, ha mind a kettő akarja, hogy megoldják. Tehát, hogyha az egyik nem akarja, akkor azt a párkapcsolatot nem lehet megoldani. Tehát ez mindig egy alap. Onnan azon túlmenően ugye az a következő, hogy ha mind a kettő meg akarja oldani, nagyon fontos kérdés, hogy van-e közös gyerek. Tehát közös gyerek. Ugyanis egy elválás, egy szétmenetel, az nem a szülőket viseli meg igazán, hanem a gyereket. A gyerekre az egy olyan hatást kelt, mindjárt mondom, jó? Egy olyan példát hozok föl, amin meg fogtok lepődni. Elválnak két olyan ember, ahol felnőttek a gyerekek. És a világ másik felén laknak, érted? Nem is itt. Tehát látszólag tök mindegy, hogy a szülők elválnak, vagy nem. Érted? Nem is laknak a szülők közelébe. Beszélgetnek velük, mint tudom én most interneten. Gondoljátok végig, elválnak, és onnantól kezdve a szülők létrehoztak egy olyan karmát, ami miatt sokkal, de sokkal nagyobb mértékben megnőtt a gyerekek elválási esélye, mintha a szülők nem váltak volna el. Tehát a szülők abban a pillanatban már létre is hoztak egy karmát, ami tovább megy. Ezért nézd meg, elvált szülőknél, így válnak el a gyerekek. Így. Érted? Mert ugyanis az elválással, tehát te a saját életedben létre tudsz hozni egy karmát. Például a válással, vagy például, ha elkezdesz alkoholizálni. Az alkoholizálással egy karmát hozol létre. Érted? Hihetetlen dolgok vannak. Ne igyak bort. Az a lényeg, hogy ne sokat. Tehát lehet kis ennyiségben. Kis ennyiségben. Például a bort lehet nyugodtan étkezés után. Semmi gond, de akkor sem töménytem mennyiségben. Nem egy hordóra, így van. Meg az a lényeg, hogy az ember ne legyen alkoholista. Így van. Na szóval. Nem vagy az, ha nem akarsz minden nap inni. Így van. És nem számít, hogyha éppen nem iszol. Így van. Tehát lényeg az, hogy létrehoz az ember egy karmát a válással. És azért, ha ott esetleg több gyerek is van benne a gyümölcseként a párkapcsolatnak, akkor ott hirtelen több gyereknél karmát hoz létre a szülő. És ez nem kellett, hogy hozzák az előző vonalon, a genetikai vonalon az előző szülők ezt csináltak, mert ők nem csinálták, érted? És onnantól létrehoz egy karmát. Na most akkor gondoljuk végig, hogy létre akarsz hozni egy karmát? Vagy ugye oldjuk meg a párkapcsolatot. Olyan párkapcsolat nincs, amit nem lehet megoldani. Olyan van, hogy nem akarunk megoldani. És ha jó? Elnyomó az egyik? Tessék? És ha ilyen szélsőségesen elnyomó az egyik, a másik? Az egy más helyzet. Tehát egy olyan párkapcsolat, ahol van egy elnyomó személy. Ugye? Hát ez egy teljesen más kategória. Tehát az elnyomó személlyel ugye tartósan nem lehet együtt élni. Tehát sőt, elnyomó személy még a munkahelyen is probléma, hogyha ott van a környezetedben. Tehát az azt jelenti, hogy az elnyomó szemétől egyet lehet csinálni, megszabadulni. Jó? De az egy más helyzet. Egyébként az elnyomó személyek csak minden ötödik ember, tehát az azt jelenti, hogy... Az azt jelenti, hogy akkor négy nem. Ötből négy nem. Tehát az azt jelenti, hogy csak 20% esély van arra, hogy elnyomó valaki vagy sem. Jó? Tehát az egy más, az egy kivételes helyzet, mert egy elnyomó a gyereket is elnyomóvá teszi. Ez igaz. Így van. És most jön egy kérdésem.
Én mindig hozom a kérdést, mert amit én kapok, viszont szeretném meg is kérdezni tőled, és neked mi a véleményed. Mi van abban a családban, ahol válnak, ahol a férfi az egy rendkívül módon egoista, nagyon jó üzletember, nagyon jó forgatja a pénzt, sok autót, agyvagyon, minden ott van, van két gyerek, mind a kettő fiú, és elválnak, és a feleségétől az utolsó szöget is el akarja perelni, és a gyerekek is az anyuk ellen, ott milyen karma íródik, vagy mi váltja ezt ki? Tehát ugye... Élő dologról beszélek. Itt ugye van egy olyan helyzet, hogy ugye ki akar elválni? A férfi el akar válni. Tehát a férfi akar válni. A feleség nem, de kényszerpályán van. A két gyerek, aki vele volt, hát gondolom, közben jött, felnőttek, bevitte az üzleti dolgokba, és a két gyerek... És felnőttek a gyerekek. És most ugyanúgy élnek már, mint az apja, és az anyjuk ellen van fordítva. És már közösen fosztják az anyjukat. Hát azért ez olyan karma, hogy ez mi válthatja ki egy család ezt a föltenet. Tehát valószínű az, hogy... A család ilyen szempontból... Valószínű az, hogy jött egy harmadik személy, aki csinosabb és fiatalabb. De a két fiúnál nem jöhetett. Nem a két fiúnál. De a két fiú miért fordul az anyja? Na most ott pedig ugye a gyerekek valószínűleg nagyon anyagiasra lettek nevelve. És az anyagi szempont a gyerekeknél nagyot nyom a latban. Főleg és, a félelemszerű, mert ahogy hallottam, hogy eleve elvett tőlük mindent, és semmi nem maradt náluk, ha nem követik. Tehát zsarolás. Erről van szó. Tehát nagyon anyagiasak a gyerekek is, ugye az apa is természetesen. És ezáltal ugye az lett, hogy a gyerekek kénytelenek az apjukat támogatni, mert az apjuk a pénzhozó. De karmát írnak maguknak ez a... Na most, hát a... Azáltal, hogy elválnak a szülők, ez a karma, ez a párkapcsolati karma mindenféleképpen ott lesz az életükben a két gyereknek. Mindenféleképpen. És az, hogy ilyennel váltak az anyjukkal szemben? Az más, mert ez meg etika. Ez etika kérdés. Tehát itt az etika ellen tettek ugye a szülőanyjukkal szemben, tehát nekik ugye semlegesnek kellett volna maradni ebben a helyzetben a gyerekeknek. Tehát nem állni egyik melléjük se, egyik mellése, egyik szülő mellése. És ezáltal, hogy etikátlanok az anyjukkal szemben, az tuti, hogy ezt vissza fogják kapni szülőként. Így van. A saját gyereküktől. Ami azt jelenti, így van, szülőként. Ami azt jelenti, hogy ők tuti, hogy meg fogják élni, tehát jól mondod, mert karma. Tehát ezáltal ezt a karma is, mert ugye amit az életben a következményként megélünk, az karma. Vagy te hoztad létre azt a karmát, vagy az előző életből hoztad azt a karmát, de azt is te hoztad létre. De karma. Érthető? Tehát az mindenféleképpen karma, ha válaszként kapsz rá egy negatív dolgot. És mit szólsz ahhoz egy hirtelen váltva? Mi a véleményed arról, hogy nagyon sok csillag meg kristálygyerek született le mostanában? A családokhoz, akik nem azok voltak, viszont beletették a családba. Mi a véleményed? Ez vagy mi lehet ebbe a felső világ üzenete? Hát ugye erről szoktam beszélni, hát hogy háromféle gyerektípus születik nagy létszámban, kezdődően az indigókkal. Azt mondja, hogy a 30-as, 40-es évektől indították el az Indigo programot a fentiek, és ugye 50-es években már ők ugye ilyen tinédzser felnőtt korba kerültek, és ők indították el a hippi korszakot egyébként, és ugye akkor még nem voltak kristályok, meg szivárványok, azóta ugye születnek indigók is, kristálygyerekek is, sőt, szivárványgyerekek is, ugye ezek mindig az aura színe. Tehát az aura színére vonatkozik, hogy indigo az indigo kék, akkor ugye a kristály az ilyen kristálycsillogású, a szivárvány az pedig ilyen szivárvány. Ez nem képességkülönbség, nem. Várjál, képességkülönbség is, ami azt jelenti, hogy ilyen a rezgése. Ez azt jelenti, hogy
magasabb rezgésűek. Tehát magasabb rezgésűek, sokkal fogékonyabbak a tudásra, sokkal hamarabb szívják magukba a tudást, bármilyen tudást. Hoppá, itt van egy dolog, bármilyen tudást, akár a negatívat is. Tehát azt ezért tegyük hozzá. Tehát ők azok a gyerekek, ugye azért születtek le, akik biztos, hogy azért születtek le, hogy ugye aranykor. És nem volt előző inkarnációik a Földön. Tehát ők tiszta lélekként, ők beszülettek egy családba, és hát nyilván ők választották azt a családot, de mivel a földi körülményeket azért annyira a saját bőrükön nem tapasztalták, ezért ugye az előző életben, mivel nem itt éltek, hát nyilván kaptak egy segítséget a család beválasztásában, de nem azért, hogy a család elnevelje. Tehát ami azt jelenti, hogy ők beszülettek a családba, tanító szerepbe. Ami azt jelenti, hogy az ilyen gyerekek, az indigó kristály szivárvány gyerekek, azt tudja, hogy olyan családba születtek be, amiket őket ők irányíthatták volna. Gyerekként. Irányíthatták volna. Tehát magyarul a gyerekre nézve nem erőteljes családba születtek be. És irányíthatták volna. Na most, hogy ezt mennyire tették meg, az ugye kérdés, az első 7 évben biztos, hogy jól megcsinálták, ezt tuti, de onnantól, hogy beértek a 7 éves korba, mert akkor ugye egyharmadban már őt maguktól függ a dolog. 14 éves kortól meg kétharmadban már ő maguktól függ a dolog, és az mitől függ? A baráti körtől. Tehát, hogy milyen barátaik vannak. Egyharmad, az iskola, ugye általános iskola, egyharmad, utána pedig kétharmad serdülőkor. És akkor jönnek a barát. Így van, és már általános iskolás koromban is én kiválasztottam a barátaimat már alsó tagozatban. Érted? Olyan barátokat, akik például dohányoztak, nekem nem kellett olyan barát. Érted? Nem 7 évesen, de a 7-14 között. Érted? Nem azonnal, de akkor is nagyon érdekes volt, mert nekem a barátaim azok a jó tanulók közül, mert hogy én jó tanuló voltam, a jó tanulók közül kerültek ki, és nem a rossz tanulók közül. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a gyerek már részben választ. Hiszen nem a szülő határozza meg az ő barátait általános iskolás korban, hanem ő maga választja ki a barátait. És ugye tudjuk jól, hogy rossz társaságba keveredésnek mi a következménye? Az nagyon rossz hatása van, utóhatása. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy a gyerekkorban rosszul válassza meg a barátait az a gyerek, akkor simán félre mehet az élete. Simán félre mehet. Simán. Tehát nem azt mondom, hogy a szülők tudják irányítani, mert az ilyen gyerekek, azok tényleg irányítják a szüleiket, érted? Hanem a baráti társaság az, ami meghatározza őket. Szeretnék kérdezni, hogy zseni gyerek, tehát aki így egy 8 általános, így mutatom 2 év alatt kiállt, egy egyetem több diplomája van, hogy vannak ilyen tehetséges gyerekek, hogy ő nekik nem sikerült a tudást törölni rendesen, és attól van nekik ilyen magas tudás, vagy már nagyon sokat voltak lenne a Földön, és így szerezték ezt a magas tudást. Minden ember úgy születik le, hogy van valami kiemelkedő képessége. Tehát neked is. Te is így születtél, hogy van legalább egy kiemelkedő képességed, ami az átlagból ki tud emelni. Na most ők nekik a tanulási képességük a kiemelkedő. Az nem azt jelenti, hogy a fizikai világban meg fogják állni a helyüket. Tehát általában ezek a nagyon zsenik, ilyen tanulási zsenik, az pont a fizikai világban meg nem tudják megállni a helyüket. De üldözik is őket. Hát ami azt jelenti, hogy ő azt a képességét tudja használni. Tehát ő arra kapott képességet, a tanulási képesség az egy képesség. Tehát, hogy valaki
extra gyorsan jegyez meg dolgokat, és vissza tud adni, elolvas, érted, valamit, és már tudja is kívülről, érted? Ez egy extra olyan képesség, amit tanulási képességnek lehet mondani. De az azt jelenti, hogy például egy másik ember, amelyiknek nagyon jó a kézügyessége, tehát kiváló a kézügyessége, ő ahhoz képest, tehát az, akinek a tanulási képessége lesz jó, a kiváló kézügyi képességekkel rendelkezőhöz képest az ő kézügyi képessége nudli lesz. Nem tudom, világos-e. Tehát az, ami azt jelenti, hogy az egyiknek ilyen képessége van, a másiknak meg olyan képessége. És az ilyen gyerekeknek a tanulási képessége az, ami kiemelkedő. Tehát minden embernek van valami vele született képessége, amiről lehet, hogy már a legtöbb ember felnőttként nem tud, mert kinevelték belőle azt a képességet, illetve nem gyakorolhatta. Jó? Ennyi a válasz. Mi a véleményed arról, hogy nagyon sokat hallani most, hogy a gyerekek lesznek öngyilkosak? Tehát 10 és mondjuk 20 év között. Igen. És tudatosan, tehát ő elköveti, megmentik, de maga a szándék arra utal, hogy ha nem mentenék meg, akkor távozik. Ja, mi lehet az oka, illetve mit válthat ki ez karmikusan neki? Hát az öngyilkosság az a gyilkosság kategória. Tehát ugyanolyan főbűn, mint a gyilkosság. Ugyanis az ember saját halála az két történés következménye. Vagy kivonják az élők sorából a fentiek, vagy az ő életének következménye a halál. Ez lehet gyorsabb, önpusztító életmód. Vagy lehet lassabb, simán előregszik az illető, és a végén meghal az előregedésben. És ugye ez a természetes halál, és az embereknek így kell meghalniuk. Ha valaki öngyilkosságból hal meg, én nem szeretnék az ő bőrében lenni a következő életében. Ami azt jelenti, hogy olyan nehezítéseket fog kapni a következő életében, hogy beleződül. Tehát amikor egy ember öngyilkos lesz, az mindig depresszió szintje. Tehát a depresszió szintjén érzi az ember azt a késztetést, hogy öngyilkos legyen. Hogy nincs értelme az életének. De ez mindig depresszió. Ha valakiben nincs öngyilkossági hajlam, az azt jelenti, hogy nincs depresszió szintjén. Tehát minden depressziós fejében megfordul az öngyilkosság gondolata mindegyiknek. És ezt mi váltja ki? Maga a depresszió, a bánat, a bánat szintje. A depressziót? Az azt jelenti, hogy vagy egy nagy trauma, vagy pedig fokozatos lecsúszása a hangulatnak. Tehát, hogy fokozatosan csúszik lefele. Tehát vagy egy nagy trauma, és nincs segítség, hogy kijöjjön. Az a baj, hogy a depresszióból önmaga az ember nem tud kijönni. Tehát ott segítségre van szüksége. Méghozzá nem is kis segítségre van szüksége. És ezáltal ugye a depressziós embernek, ha nincs segítsége, hogy kijöjjön onnan, első például a depressziós embert azonnali környezetváltozást igényel. Tehát nem maradhat abban a környezetben, ahol depressziós lett, meg depressziósként élt. Azonnali környezetváltozás. Azonnal, és közben kell egy folyamatos támogatás egy olyan emberi környezetben, ahol odafigyelnek rá. Nem abból a körből, ahonnan ki van volna. Nem. Minél kevésbé emlékezteti valakik arra a környezetbe, amiben élt, annál jobb. És ugye annál gyorsabb a kijövetel a depresszióból. És ugye ez a megoldás a depresszióra, nem más. Ilyen egyszerű. Tehát ami azt jelenti, hogy ott, ha egy ember benne hagynak abban a környezetben, ahol depresszióba esett, meg depressziósként élt, lehet, hogy nem ott esett, hanem ott élt, akkor gyakorlatilag ilyen helyzetbe kerül. Ráadásul még elmegy egy orvoshoz, mondjuk egy pszichológus, vagy egy pszichiáterhez, akkor fog kapni depresszióra gyógyszert, aminek a mellékhatása öngyilkossági hajlam. Nem vicc, ez komoly.
öngyilkossági hajlam. Gyógyászok gondolkodik, és például szed rá gyógyszert. Így van, tehát amin gondolkodik, az ellen szed gyógyszert, és arra van inspirálva, hogy pont azt csinálja meg, képzeljétek el. Lehet, hogy pont ez a cél? Hát valószínű, mert véletlen, ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy az orvosságokat többet tesztelik mellékhatás szempontjából, mint hatás szempontjából. Ugye ezt remélem tudjátok. Tehát jóval több teszt készül a mellékhatás szempontjából, mint hatás szempontjából. Jó? Tehát sokkal többet tudnak a mellékhatásokról, mint a hatásról. És van, aki nem is ismeri fel a depressziót, nem fogadja el, hogy ő depresszió. Hát ugye az, aki bánatos és tartósabb abban a helyzetben marad, azt úgy hívják, hogy depresszió. Jó? Mert a bánat az könnyen fölismerhető, mert mit csinál? Sír. Gyakran sír, rendszeresen sír. Várjál, kinek hagyjunk, te vagy most a házigazda. Most én vagyok. Jó, oké. Okay. Csak annyit szeretnék kérdezni, hogyha valaki öngyilkos lesz, és megmentik, és utána végig gondolja ezt az egész dolgot, és megbánja, kap-e valamilyen büntetést? A következőt, nekünk volt egy olyan rokonunk, aki öngyilkos lett, és ugye visszahozták, ami azt jelenti, hogy nyilván beavatkoztak a fentiek, az édesanyja vágta le, de nem is ez a lényeg, hanem ugye ő elmesélte nekem azt, hogy a nagyanyja, a két nagyanyja küldte vissza a túlvilágról. Jó? Tehát a két nagyanyja, mind a két nagyanyja ugye meghalt, és ők küldték vissza, nem olyan rég előtte az halt meg. Hát ez egy öngyilkosság volt, mert felakasztotta magát. És nem, a két nagyanyja nem öngyilkos. Az nem öngyilkos volt, persze. És a két... Így van, az a deszert. Azok természetes halálba haltak meg, mind a két nagyanyja, és lényeg az, hogy visszaküldték, úgyhogy nem itt van még dolgod, menj vissza, és tényleg vissza is jött. És ugye ezt elmesélte nekem, illetve nem csak nekem, hanem a feleségemnek is. És ugye ezt megpróbálta a pszichiátrián, illetve az ideggyógyintézetbe, ugye az idegosztályon elmesélni, akkor azt mondták neki, hogy jó, akkor ezt fejezze be, mert akkor mehet zárt osztályra is. Érted? Úgyhogy csak nekünk mesélt el. Persze, csak nekünk mesélt el. És ő neki volt az olyan gyógyszerén ráírva, hogy mondom, ne szedd ezt, hát ott van, hogy mellékhatás, öngyilkossági hajlam. Na és lényeg az, hogy egy ilyen személynél itt egy kérdés van. Vajon kapott-e útmutatást arra vonatkozóan, hogy neki miért kell visszajönnie? Tehát, hogy neki mit kellene itt csinálni? Mert ez nagyon gyakran így történik, de gyakran nem. Gyakran csak annyi van, hogy visszaküldik. És nem mondják azt, hogy miért kell visszamennie. Mint például itt sem mondták, hogy neki miért kell visszamennie. Ő próbálkozott, mert például elment, mit tudom én, rendszeresen onnantól kezdve templomba járt, tehát elkezdett vallásos lenni. De hát ez... Ugye, nem. Volna inkább a természetben. Hát így van, hát ő ezt nem tudta, mert azt gondolta, hogy ez a jó út. Érted? És, ez a volt a vesztem. És végül egy további öngyilkosságba halt meg. Na ez volt a lényeg ebből. Hát így van. Egy további öngyilkosságba halt meg, és akkor nem volt, aki levágja. Na most, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt ez a kulcskérdés, hogy vajon kap-e ott olyan ukázt, hogy neki itt mi a dolga, és vajon emlékszik-e rá. Jó, hát nyilván, hogyha kap, akkor emlékszik, vagy esetleg, mit tudom én, fogja, és meditációban eszébe jut az, hogy ő kapott egy ilyen ukázt, hogy mi a dolga, mert ha nem, akkor járhat nyugodtan úgy, mint az én rokonom. Amit szeretnék még kérdezni, nagyon sokan úgy mennek el, hogy megszállottak, tehát megszállták őket, és így dobják el az életüket, mert hogy ilyen is van. Ez egy jó kérdés, azért, mert ugye kétféle megszállás van. Tehát az is egy megszállás, amikor rátelepszik egy elhalt lélek. De az nem megszállottság, az azt jelenti, hogy tehát az nem beleköltözik, tehát egy nem tud egy emberbe két lélek lenni, érted?
Tehát ami azt jelenti, hogy ez olyan, mint most én itt átölelem a Miklóst, na így képzeljétek el magát az elhat lelket, hogy körülveszi. Érted? Tehát gyakorlatilag rá tapad a testére, az aurájában van benne. Érted? Az azt jelenti, hogy szívja az energiát, tehát energia hiánya lesz annak az illetőnek. Azt érzi, hogy fáradt, fáradtabb, mint szokott lenni, azt érzi, hogy nincs erre, nincs arra, nincs amarra energiája. Tehát ott energiavesztésről beszélünk. Tehát, és ebből származó hangulatromlásról beszélünk. Az igazi megszállottság az, amikor valamilyen okból megszállja, beleszáll egy olyan lény, ami... Démonikus. Így van, amire azt szoktuk mondani, hogy démonikus lény. Na most a démon az egy robotlélek. Tehát ez egy robotlélek, ami azt jelenti, hogy nem egy Isten által létrehozott lélek. Akár egy egregor is lehet. Hanem gondoljátok végig egy olyan szellemlény, amit lelkek hoztak létre. Érted? És általában az ilyen lelket nem jó lelkek hoznak létre. Tehát a lentiek hoznak ilyen lelket létre. De ez mondom, nem lélek, hanem ez egy robotlét, tehát neki nincs öntudata. Tehát egy léleknek van öntudata, neki nincs öntudata, ő parancsot hajt végre. Tehát egy szó szerinti robot. És azért küldi, démoni lény, azért küldik rá a lényre, mert neki van egy olyan szerepe, hogy ugye ezek a lenti lények kétféleképpen tudnak hatni ránk. Egy úgy, hogy hipnotizálnak, azt pedig jó állapotú lénnyel nem tudják megtenni. A másik pedig az, hogy nem tudnak másként, csak hipnotizálással, vagy úgy, hogy megszállnak egy hozzátartozóját, képzeld el, és akkor, mint emberi személy, elkezd rosszat tenni avval a személlyel, akinek rosszat akarnak tenni, mert különben nem tudják megcsinálni. És egy kómába megtalálhatja? Például kómába kerül valaki. Tehát nincs eszmélye, nincs tudatán. Egy műtét után, baleset után. Nem, ahhoz, hogy valaki... Kómába megtudja szerinted egy... Annak nincs értelme. Tehát kómában nincs értelme. Akkor csinálják ezt, tehát egy... Egy olyan... Ez a véleményem, bocsáss. Kómában nem. Kómában nem egy beledén. Nem. Nem tudja, mi lesz a vélemény. Így van. Kóma nem. Nincs értelme. Ők olyat nem csinálnak, aminek nincs értelme. Szóval lényeg az, hogy fogja, és mit tudom én, mondjuk rád akar hatni, érted? Mert te egy jó állapotú ember vagy. És rád akar hatni, nem tud veled mit csinálni, hipnotizálni nem tud. Mit csinál? Egy hozzátartozód, aki kevésbé jó állapotban van adott helyzetben, pillanatban, akár kicsit hosszabb ideig, fogja és arra ráküldik a démont. Érted? Erre szokták mondani, hogy megszállta az ördög. És onnantól kezdve ő olyan dolgokat csinál veled, mint jó állapotú emberrel, érted, hogy rossz állapotba kerülje. És akkor onnantól kezdve már tudtak rád hatni. Világos ez? De csak kizárólag akkor csinálnak ilyen megszállást, hogyha az az illető, akit irányítani akarnak, fontos szerepet tölt be itt a földi létben. És nem tudnak rá hatni, mert jó állapotuk. Kómában nem lehet. Kómában nem. Nincs, nem. Lehet, csak nem csinálnak ilyet. Nincs értelme. Hát nincs értelme. Pazarolni energiát. Így van. Igen, nem, nem azt hiszi, persze. Hogy egy kóma által szállják meg azt az egyén, nem. És mondtam, hogy kómában biztos, hogy nem, mert ha akármibe kerül, egy hülyének fog fölébredni, vagy egy rendesnek, ez egy bizonytalan kimenete. Tehát ahhoz látnia kell a démonnak is, hogy erre van szanszom, hogy még olyan kicsit gyenge dolog is, de él. A kómában nem biztos, hogy élve jön ki. A lelkek, tehát a rendes elhalt emberi lelkek, és a lentiek, mikor valakit meg akarnak szállni, mindig az kell hozzá, hogy az illető rossz állapotban legyen. Mindig. Most egy betegségben, nagyon erős betegségben legyen valaki. Meghal? Igen, és nagyon beteg. Tehát hosszú idő alatt. Minden betegség mögött lelki ok van. Minden betegség mögött. Legyengült már, mert olyan sok betegsége van egyszer. Akkor őket is... Ugye a... Nem.
nem tudják őket elvinni. Tehát ugye azokat viszik el, akik eladták a lelküket. Így van. Hát onnan látod, hogy gonosz. Gonosz. Tehát ugye például mondjuk a rákos betegek. Azok tudtél nem gonoszak. Ha gonoszak lennének, nem lennének rákosak. Tehát ha megnézed, a rákos betegek azok mind jó emberek. Mind. Ott ugye, és akkor miért lesznek rákosak? Hát azért lesznek rákosak, mert ugye hogyan gondolkodnak. Mert jó emberek voltak. Mert túl jó emberek voltak. És sokat szívtak. És nem tud, nem azért, mert nem tud nemet mondani, képzeld el. És ezért sokat szívott ő miatt. És mivel nem tud nemet mondani, az immunrendszere sem tud nemet mondani a káros sejtburjánzásnak. Hoppá! Képzeljétek el. És ezért az immunrendszere engedi a káros sejtburjánzást, mert nem tudja megállítani. Ezáltal, mert az illető nem képes nemet mondani. Pedig meg tudna gyógyulni a rákból. De ha ezt megfordítja, és nem harmadik stádiumban lévő rákosról beszélünk, aki már közvetlen halál előtt van, akkor az illető, ha megfordítja, és tud nemet mondani, elkezd tudni nemet mondani, tehát onnantól kezdve úgy éli az életét, hogy igenis nemet mond, akkor ez visszafordul, mert abban a pillanattól kezdve az immunrendszere elkezdi fölismerni a rákos sejteket, és elkezdi megölni. Tehát ugye az immunrendszerünknek az a feladata, hogy tudjátok, hogy az immunrendszer az folyamatosan termel rákos sejteket. Csak fogja is az immunrendszered, levadásza és kész. És onnantól kezdve nincs baj. De hogyha nem tudsz nemet mondani, akkor az immunrendszered nem vadásza le a rákos burjánzást. És ha van már burjánzás, ott van maga a rác, góc, már készen, és de még nem halál előtt van az illető, még van elég energiája, ez a lényeg, hogy van elég energiája, akkor ő képes arra, hogy döntéseket hozzon az életébe, elhatározásokat hozzon az életébe, és azt mondja, hogy innentől kezdve így élem az életemet, és igenis itt van az immunrendszerem, ott vannak a rákos sejtek, tessék levadászni. És igenis tudok nemet mondani. Világos ez? Igen. Ez életmódot is kell váltani. Így van, hát ez egy gondolkodásmódváltás, ami életmódváltást is eredményez persze. És a skizofrének? Azok ugye úgy működnek, hogy... A skizofrének azok mindig kettős működésűek. Na most vagy szó szerint van benne egy olyan démon, vagy pedig rá van települve egy olyan lélek, amely egy gonosz ember volt annak idején. És a gonosz ember utasításait elkezdi követni adott helyzetben az a személy. És ezért van ilyen kettős személyiség néz ki, egyszer normálisan működik, egyszer meg nem normálisan működik, meg megint normálisan működik, megint nem normálisan működik. Jó, és emiatt történik ez. Tehát ami azt jelenti, hogy szellemlevételt vagy démonüzést kell csinálni. Csak vigyázni kell a szellemlevétellel meg a démonüzéssel is, mert ha az illető nem tesz azért, hogy jó állapotban legyen, akkor visszakapja. Nem azt, mert az el van küldve, akkor visszakap egy másikat. Érted? Csak ez nem édiatátos legyen. Szóval ez a probléma ezzel. Tehát azt, hogy valakit megszállhatnak, mindig ő idézi saját maga elő, azáltal, hogy rossz állapotba hagyja, hogy kerüljön saját maga. Értitek? Én azt szeretném megkérdezni, hogy szóba került, hogyha valaki meghal, 4 év után visszaszületik. Átlag 4 év. Aki nem akar visszajönni? Azt rábeszélik. Tényleg, szó szerint értsd. Szó szerint. Legyen oka visszajönni. Így van, rábeszélik. Ez mindig is így volt, hogy rábeszélték. Mondjam. Az immunrendszerben ugye nem kimutatható rendszerünk, tudjuk, hogy van. Nem lehet, hogy ez a lélekhez kötődik. Nekem olyan érzésem van, mint hogyha ugye mi a lelki dolgainkkal rendben vagyunk, egyértelmű, ugye, hogy az immunrendszerünk is szuperül működik. Ugye ez nem kimutatható, mint mondjuk a hormonrendszer, vagy a kiválasztó rendszer. Valamilyen szinten kimutatható, hát hiszen ott vannak a fehér vérsejtek, mint katonák. Igen, csak úgy, nem úgy
szervileg, tehát hogy így összességében működik. Ja, értem, értem. És hogy ez kötődhet a lélekhez? Hát a lélek a tudatosságunk. Igen. Tehát egy embernek nincs lelke, vagy nem lenne lelke, akkor nem lenne tudatos, nem tudna tudatos lenni, tiszta ösztönlény lenne, úgy működne, mint egy ilyen fejlett, még, tehát a majomnál fejlettebb, még fejlettebb lény. De tisztán ösztönlényként, mint a majom. Tehát a majom nem tud gondolkodni, a legfejlettebb majom sem tud gondolkodni, az tisztán ösztönlény, tehát az ember akkor így működne, mint ösztönlény működne. Tehát a tudatunkkal mindent meg tudunk határozni a működésünkben. Csak a helytelen tudattal, tehát a helytelen gondolkodással rontjuk el a dolgokat. Állja, Attila. Csak röviden mondok egy röviden. Népstadionban most, talán még most is zajlik az a rendezvény, ha a különböző gyülekezetek a mindenféle belső feszültségek ellenére egy magasabb cél, hogy ott a Jehova irányában egy rendezvényt tartanak nagyjából 70 ezer emberrel. Jehova tanúi? Nem, sok mindenki más. Ja, ott másik is ott vannak? Karizmatikus, meg egyik. Jehovisták lesznek? Arra szeretnék, hogy jehovisták legyenek, gondolom. Jellemzően a hídgyűli, meg abból kinőtt mindenféle... Ők is ott vannak? Hogyne, hogyne. Ja, hát ők is Jehovát imádják. Hát a baptisták, meg is sokan más. Tehát a mindenféle belső saját feszültségek ellenére összefognak és teszik a dolgukat, ami ők föntről így úgy kapnak. Én azt látom, hogy a másik oldal, mondjuk ugye a mi oldalunkon sok izgalmas, érdekes ember van, nagy része nem is tud a másikról, és ez az igény, mint most, ez a mai alkalom, és láttam már egy néhány ilyet, most kezd elindulni a mi oldalunkon is az, hogy ez az összefogás, ez az egymás emelése, ez elinduljon, hogy túlnőve, mert ugye a zsigeri válasz mindenhol az, hogy ó, én nagyon jó vagyok, ebben én így, úgy, amúgy, és... Rövid a kérdés. Rövid a kérdés, de oka van, hogy elmondom. Tehát, hogyha elmész sok helyre, akkor azt látod, hogy elmondják a tutit, és egyébként, ha valaki akar, akkor jöhet, csatlakozhat hozzánk, és ennyi. És ez a Népstadion rendezvény pont nem erről szól, hanem pont egy nagyon jó módszer. Oda se kötelező menni, az a te tudatszintet, hogy elvisz egy ilyen. Igen. De itt most a lényeg az, hogy a Miklós érzette magában, nyilván mindenkinek sok a dolga, és elfoglal, mindenki arra jön rá, amire akar, hogy látott-e már olyan emberkéket, vagy csoportokat, mondjuk most a mai kívül, ahova azt mondja, hogy mondjuk van egy olyan érték, ami nem az enyém, ő azt megkapta, és ha én vele egy kicsit összedolgozom, akkor kapok én is valami olyat, ő is kap, mint ezen a mai Népstadion rendezvényen, a közös cél érdekében együtt egy irányba dolgozunk. Hogy egyrészt érzette már ilyen késztet, és talált ilyen embert, és ezt hogy gondolja? Ebbe az üvegben egy olyan történet van, aki a világ legjobb azon a területen. És mivel olyan szinten áll, hogy átlátja azt, hogy vannak még rajta kívül izgalmas emberek, aki ebbe az üvegben bele tud ezt azt rakni, annak ellenére, hogy messze a legjobb, amit ő csinál ma ezen a földgolyón, és meg is kap most olyan tudásokat, ami nem az övé. Tehát bele lehet illeszteni az övéhez, hogy Miklós ezt hogy látja, hogy van erre igénye, találkozott ilyen emberekkel, vagy hogy működik ez? Hát ugye itt az elmúlt 12 év során hát sok olyan kommunikációm volt, közvetve vagy közvetlenül, az azt jelenti, hogy ha nem nekem, akkor az egyik emberemnek, hogy ugye olyan emberekkel találkoztunk, akik ugye szellemileg az átlagnál jóval magasabb szinten járnak, illetve jóval előrébb járnak. És ugye itt mindig az volt a kérdés, hogy ugye együttműködés valamilyen szinten. Ugye én az együttműködéstől sose zárkózok el, csak ugye van egy érdekes helyzet ugye nálunk, ami azt jelenti, hogy van egy hierarchikus felépítés.
És ebbe a hierarchikus felépítésbe az azt jelenti, hogy vannak nálunk vezetők, és akiknek van saját csapatuk, akiket ők szerveztek, vagy tőlük indult ki a szervezés. És ez azt jelenti, hogy ez a hierarchikus felépítés, ez egy olyan fajta mód, amiben azok az emberek vannak benne, akik sokat tettek le az asztalra, bármilyen téren. És ugye utána mindig az a kérdés, hát hogy ők, akik ugye különböző területen guruk, mondjuk, hogy ők akkor tanítanák a csapatot. És akkor ugye megkérdezem, hogy de mit tettél le az asztalra? De ugye ez egy dolog, hogy mit tett le az asztalra. Én nekem van egy olyan képességem, erről ugye nem nagyon szoktam beszélni, hogy valakivel leülök beszélgetni valamilyen témáról, amiben én nem vagyok jártas, és amikor abba hagyjuk azt a témáról a beszélgetést, akkor én abban a témában jártas vagyok. Ez ugye ez egy olyan képesség, ami megint csak nem sok embernek van. És ez azt jelenti, hogy ugye én szoktam mondani azoknak az embereknek, hogy én szívesen tudom azt mondani, hogy ez a tudás kitől származik. De az a helyzet, hogy az emberek abban a csapatban, amiben ugye, amit én létrehoztam, abban, még egyszer mondom, hierarchikusan vesznek részt. És a hierarchiában az van, hogy akik sokat tettek azért, hogy annyian legyünk amennyien, azok ugye előkelőbb helyen vannak a hierarchiában. És azt nem tudom azt mondani, hogy figyeld, oda helyezlek mellé, igaz, hogy te nem tettél le semmit. Nem tudom, elég világos voltam. De én nem arról beszélek, hogy önhöz akart kapcsolódni, mert van egy olyan tudásos embernek, akit önök egyik se ismer, és csak ők kapták meg. És nem önhöz akarnak, vagy a Miklóshoz, vagy én hozzám csatlakozni, mert köszönjük szépen ők, nekik az bőven. Hát ezért mondtam azt, és ők nem akarnak se hogy én beszélgetek valakiről valamilyen témáról, ami azt jelenti, hogy nem én beszélek, hanem ő elmondja a dolgait. Tehát amit ő tud, és onnantól kezdve én úgy állok föl, hogy én is tudom. Két perc, vagy se hány percet nem lehet mindent elmondani. Hát amennyit mondott. Na most csak az a helyzetemvel kapcsolatban, hogy onnantól kezdve én tudok hozzákapni információkat. Tehát ahhoz, amit én hallottam, ahhoz én kapok információkat. És úgy tudok előadást tartani belőle, hogy olyan dolgokról is beszélek, amit az illető nem mondott, de tudott, tud. És én meg tudom továbbadni. Úgyhogy ő nem mondta. De ez azért, mert ugye annak a csapatnak a számára én vagyok az a személy, aki a legelfogadottabb. Egy, kettő, pedig mondom, itt az a baj, hogy én szívesen megcsinálnám azt, hogy ugye, mert ugye mit szoktak mondani ezek az emberek, akiknek ilyen tudása van, hogy ők előadni szeretnének. És itt nálunk azok adnak elő, akik magasabb szintet értek el, érted? Minden téren. És hogy helyezhetem én mellé? Tehát akik egy csomó mindent letettek a szervezet számára. Értitek? Abban a rendszerben így van. És nem tudom azt mondani, hogy figyeld, akkor mellétek helyezem. Én ezt kipróbáltam annak idején, és nem működött. Tehát nem mondhatja senki azt, hogy nem próbáltam ki. Én a múltban nem tudtak olyan dolgot mondani, amit én nem próbáltam ki. De szó szerint, ami az emberekkel és a szervezéssel és a szellemiséggel kapcsolatos, amit nem próbáltam ki, gyakorlatilag hál' Istennek lehetőségem volt mindent kipróbálni. És onnantól kezdve tudom, hogy mi működik, és mi nem. Tehát még egyszer nem akarok belefutni abba a csapdába, amiben belefutottam. Régebben bármilyen csapdáról van szó. Tehát ezért ugye én szívesen tudom azt mondani, hogy akkor beszélgessünk. És úgy is átlátom két pillanat alatt, hogy,
hogy mennyire látja reálisan a dolgokat. Tehát múltkor is beszéltem egy olyan emberrel, tényleg egy nagyon jó koponya, nagyon jó szellemiség, és mit tudom én, egy óra beszélgetésen belül teljesen átláttam azt, hogy az a fajta gondolata, hogy ő képzeli az egészet, nem amit csinál, az egy jó dolog, tehát semmi gond nincs. Tehát ahogy elképzeli a jövőt avval kapcsolatban, az hogy fog megvalósulni, és kiderült, hogy nem ő gondolja jól, hanem én tudtam jól. Tehát az a helyzet, hogy én a jövőt tudásban tálcán kínálják, hogy mi lesz. Tehát mit tudom én, megkérdezed, mit tudom, beszélgetek egy kicsit veled, és megkérdezed, milyen jövőd lesz, elmondom neked. Nem úgy, hogy én tudom, hanem megkapom válaszként, ha lekérdezem. Oké? Tehát én válaszként lekérdezem. Ehhez kapcsolva kérdeztem azt, amit igen? Beszéltünk eddig is, hogy akkor milyen jövő várható itt ránk szeptember, október, ha már is erről beszélünk, akkor annyira jó lenne mondani, hogy ez a két-három verzió, és mi ezt hogyan tudjuk, hogy a legjobban tudjani átélni, te hogyan? Tehát, hogy mi várható a jövőben, a közeljövőben már szeptembertől. Mi ez a kérdéshez? Na most, ugye... Ezzel kapcsolatban, megmondom őszintén, én nem kérdeztem, hogy mi lesz szeptemberben. Konkrétan mi lesz szeptemberben, mert ugye én azt nyilvánítottam ki, hogy mi legyen. Akármilyen hihetetlen. Nem, a kinyilvánítás az azt jelenti, hogy az első felében még nem lesz semmi. Jó? Tehát magával ebben a vírus kérdéssel. Igazából ilyen nagyobb szigorítások még a szeptember elején nem várhatóak. Tehát elején, de hát az azt jelenti, hogy mondjuk közepéig. Jó, és októberben jön minden. Nem biztos, hogy semmi nincs kőbevésve. Tehát kőbevésve semmi nincs, de mondom, minden bizonnyal ez így lesz. Ami azt jelenti, hogy a mai állás szerint, és ahogy alakulnak a dolgok, igazából azon az alapon fog működni az egész, amit már elindítottak. Elég lesz a félelem generáció, tehát generálják a félelmet, és az emberek meglépik azt, amit akarnak. Tehát ami azt jelenti, hogy nem kell kényszerintézkedéseket hozni. Oké, ha esetleg lesz kényszerintézkedés, az mondjuk a maszk. De azon túlmenően nem várható más, mert az emberek önként hajtják oda a fejüket a giotin alá. Érted? Már bebizonyosodott, hogy bőven elég az, hogy megfélemlítik őket, és nem kell mindenféle olyan szankciót csinálni. Tehát erre csak annyit szeretnék mondani, hogy minden gyerek választotta a saját szüleit. Tehát én nem, ezért nem szoktam sajnálni a gyerekeket, mert ő választotta a saját szüleit. Tehát most megnézitek például az én két fiamat, az egyik itt ül, mind a kettő szellemiség küldetésre született. Mind a kettő. Ugye nem véletlen, mert az apjuk is szellemiség küldetésre született. Tehát ugye a küldetésünket a születési dátumunkból meg lehet állapítani, hogy kinek mi a küldetése. És ugye mind a kettőnek ugyanez a küldetése, mint az apjuknak. Ugye ettől a nejen tér el, mert ugye ő meg szellemi vezető a küldetése. Tehát ami azt jelenti, hogy ők választottak ki minket. Szellemírt a család. Mondd a nekem egy gyors kérdés lenne, visszakanyarodnék, beszéltőnek erről a panaszkodás, hogyha valaki állandóan panaszkodik. Mekkora szerepe van abban a környezetnek, hogy esetleg eljut egy depressziós korszakba? Mert az, aki panaszkodik, annak valami nem stimmel. Jó, benne van az, hogy energiavámpír. Oké, tehát hogy a panaszkodással az, igen. De mi van, ha nem? Tehát, hogy azt kommunikálja kifelé, hogy valami nem jó körülötte. Tehát a körülötte semmi jó dolog nem történik.
Hogy jut el, megint azt mondom, hogy mi a szerepe a környezetnek abban, hogy esetleg depresszióba esik. Hát aminek ugye van egy következmény. Nyilván van egy szintemelkedés, ahol ebből ki tud menni, vagy észreveszi, hogy mi van, és megkeres segítséget. Ugye arról volt szó, hogy panaszkodás, és mi van azokkal az emberekkel, akik ugye panaszkodnak, energiavámpírkodnak, és hogy lesz ennek a folyamata valami? Elég sok emberben azt látom, hogy ugye most az a divat, ami engem zavar. És mi van, hogyha depresszióba esnek a panaszkodó emberek? Nem, tehát hogy mi csak pozitív emberekkel megyünk körbe. Ezáltal elzárjuk azokat, akik ugye segítségért fordulnak. Mert a pozitív ember az, tehát aki segítségért fordul, az nem tud pozitív lenni egyszer. Érted, amit akarok mondani? Értem, persze. Ha elzárjuk magunkat, mert csak a jó, úgy csinálunk, mintha nem lenne probléma. De a probléma ott van, és nagyon sok öngyilkosság mögött az szerepel, hogy nem tud feldolgozni bizonyos helyzeteket, nem kap segítséget. Persze. Mert nem tudja kimondani. Elkezdi kimondani, akkor panaszkodik. Ha panaszkodik, beleszaladunk abba, hogy hát akár lehet energiavámpír is, pedig nem az. Tehát hol lehet észrevenni, hogy valaki azért van a segítségvámpír, és hol van az, amikor segíteni kell? Ezt mondtad már. Nem, amikor kéri, de ez nem biztos, hogy ő tudja, ő csak benne van egy helyzetben. Eljut oda, hogy kéri. De úgy kéri, hogy beszél róla, hogy mi a helyzet. Sokan is beszélnek róla, hanem egyszerűen csak eljutnak a bolba, aztán fölakasztják magukat, vagy bevesznek egy csomó gyógyszert, vagy akármit. Tehát, tehát ugye, hát ugye arról szól a kérdés, hogy azok az emberek, akik ugye panaszkodnak, hogy ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy a panaszkodásaik révén végül eljutnak arra, hogy depressziósak lesznek, és netántán még öngyilkosak is lennének. Tehát, hogy ugye erre mi lenne a megoldás, nem? Igen. Na, hát... Tehát mindig, tehát egy embernek van egy sorsa, amit ő saját maga irányít. Ami azt jelenti, hogy vállaltunk egy sorsot a születésünk előtt, de mégis a saját kezünkben van a sorsunk irányítása. Ez egy alapállapot. Ami a következőt eredményezi. Valaki azért panaszkodik, mert rossz állapotú. Ameddig nem volt rossz állapotú, tudti, hogy nem panaszkodott. Ebben biztos lehetsz. Tehát egyetlen egy olyan ember nincs, aki jó állapotban leáll panaszkodni. És nem is volt, ő sem panaszkodó. Na most a panaszkodással még olyan nagy baj nincs, mert ugye a depressziós ember az már nem is panaszkodik. Tehát az már ezen túl van. Tehát ami azt jelenti, hogy mit csinál a depressziós ember, az magába van zuhanva, néz maga elé, merev szemekkel, és gyakorlatilag a gondolatai az abszolút nincsenek a jelenben. Szólsz neki, és esetleg így meglögdösöd, akkor észbe kap, hogy most mi van, érted, de nincs a jelenben, ez a lényeg. Na most ugye oda el kell jutni, hogy az ember oda jusson, nem feltétlenül juttat egy embert a panaszkodás a depresszió szintjére. A panaszkodás inkább a félelem szintjére juttatja az embert. Tehát panaszkodni az emberek már félelem fölött is jócskán elkezdenek, de a félelem szintjére juttatja a panaszkodás, ami azt jelenti, hogy közvetlen félelmei lesznek ettől, attól, amattól. És ezáltal ugye megnehezül az élete. Tehát minden szempontból, hogyha valaki szeretne kijönni abból a helyzetből, nem tudunk segíteni rajta, nem kéri. Tehát ezáltal ugye mindenféleképpen egy embernek föl kellene ismernie, hogy neki az nem jó, és ki kellene abból lépnie, hiszen láttok olyan embereket, nem keveset, akik rossz állapotban vannak, és ha segíteni akarsz, neki nem hagyja magát. Na most, ha egy ember nem hagyja, hogy segítsél, elvonja olyan mértékben, tehát te segítenél minden áron neki, és nem segíthetsz, olyan mértékben elvonja az energiáidat, hogy még rosszabb, mintha sajnálnád, érted?
Tehát ami azt jelenti, hogy egyszerűen képesnek kell az embernek arra lennie, hogyha egy ember nem akar abból a helyzetből kijönni, akkor ott hagyja. Mert különben, mondom, a te segítséged olyan energiádba fog kerülni, hogy egyszerűen tönkre mész bele. Gondoljátok végig, hogy hány olyan ember van, aki idősekkel foglalkozik, és az idős makacskodik, és nem fogad szót. És nem egy olyan idős gondozót láttam, aki nem ez a foglalkozása, hanem a saját rokonát gondozta, mit tudom én, anyósát, vagy az anyját, és abba halt bele a gondozásba. Érted? Meg kell engedni. Így van, ami azt jelenti, hogy meghalt, és a gondozottja az megél tovább. Érted? És azóta mást boldogít. Gondold végig. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki nem, tehát te segítenél neki, és nem akarja, hogy segítsél, érted? Akkor hagyod békén, elengeded. Elengeded. Mint amit én csináltam édesanyámnál. Az azt jelenti, hogy nem hagyta, hogy segítsem, nem tudtam más csinálni, beutaltam kórházba. Muszáj volt. Utána pedig rehabilitációra, az sem segített, és utána pedig idősek otthonában nem tudtam vele mit csinálni. Egyszerűen nem fogadott szót. És ez volt. Igen, bármelyik egy olyan helyzetben, hogy van az idős apám, aki az összes energiámat leszívja, mert... Erről beszélek. De nincs senki más, mert a bátyám már 10 éve nem foglalkozik vele, mert csak én vagyok. De ha nem megyek oda, akkor nincs, aki oda vigyen neki a kaját, aki elintézze az ilyen dolgokat, ő már nem tud kimenni. Ismerem ezt a helyzetet. De nincs arra pénzünk, hogy most... Ismerem ezt a helyzetet, ugye, mert én is ilyen helyzetben voltam, tehát arról van szó, hogy ugye idősed kell gondoznod, és nincs testvéred, stb. Stb. Ugyanebben a helyzetben voltam. Nekem sincs testvérem. Oké. Okay. Ugye van két fiam, meg ugye egy menyem, ennyi. Tehát lényeg az, hogy ugyanebben a helyzetben voltam. De én mérlegeltem. Mi nekem a feladatom? Az, hogy édesanyámat ápoljam. Miért? Miért kötelességem nekem az édesanyámat ápolni? Ápoltam 6 héten keresztül, ami azt jelenti, hogy tisztába raktam, stb. Teljes egészében, amit el tudsz képzelni, mindent csináltam. Szart pucoltam, mindent csináltam. Jó? Tehát 6 héten keresztül. Naponta 1,5-3 órát voltam nála. Na. És nem fogadott szót. Az miben nyilvánult meg? Hát például abban nyilvánult meg, hogy akkor megyünk fürdeni, és ő azt mondta, hogy nem. Érted? Micsoda energiával. Nem akarok átöltözni. Persze. Igen, így van. Felöltözni. Nem akar. Ezt nem akar, azt nem akar. Ezt nem megy ki vécére. Így van, nem megy ki vécére. Tehát minden azt mondta, hogy nem. Egyedül talán a kajára mondta, hogy nem, hogy jó rendben, de másban mindenre azt mondta, hogy nem. Nem megy kipisilni, stb. Így van, tehát mindenben nemet mondott. Na most gondoljátok végig, és én végig mérlegeltem, hogy akkor most mit csináljak. És beszéltem a körzeti orvossal, megbeszéltünk dolgokat, eljött a körzeti orvos, szépen fölállította anyámnak a diagnózist, hogy el kell menni a kórházba. És ugye ez le is lett papírozva, stb. Jöttek is a mentősök. A nagyanyámért azt mondta abban a pillanatban, hogy nem, ő nem megy. De akkor már nem volt kecmec. Nem volt kecmec. Ami azt jelenti, hogy én kivezettem a lakásból. Oké? Okay? És utána jött az, hogy akkor kórház, ott ugye valamit csináltak, akkor utána rehabilitáció, ott is csináltam, de ez nem haladt előre, az leépülést segítette csak. Végül az idősek otthonába ott teljesen leépült és kész. És el is ment. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezzel a hozzáállással meggyorsítottam a szenvedésének lerövidítését. Világos ez? Tehát ő, ha ápoltam volna, még mindig szenvedne,
érted? Mert belőlem töltekezett. És onnantól indult a leépülése, amikor már nem tudott belőlem töltekezni. Világos ez? És ő még mindig élne, hogyha azt tartom, és akkor én ápolnám minden nap másfél-három órát, tavaly szeptember 1. augusztus 28-ától. Érted? Lelkismeret fúdalás ilyenkor ez nem... Ha, hogy lenne? Tehát én nem tartoztam anyámnak. Én mivel tartoztam anyámnak? Hát nem is ő neve gyerekkoromban. Akkor igen, így, jó, de akinek... Hát engem javarészt nagymamám nevelt. Mivel tartoztam neki? Ő csak megszült, és egy gyerek, tehát egy gyerek, ki az, aki nevel gyereket már életében? Hát ezt tudod milyen, ami azt jelenti, hogy egy gyereknek a tisztába rakása, vagy egy idős embernek a tisztába rakásával, azt nem lehet egy lapon említeni. Érted? Hogy lenne? Érted? Tehát nehogy már összekeverjük, amikor egy gyerek beszületik a családba, akkor boldogságot, örömöt hoz a családba. Érted? Na most onnantól kezdve a gyerek az energiát adott a családba, nem elvett. Egy idős gondozása az olyan energia elszívó. Én láttam olyat, hogy valaki elment idős gondozónak, nem láttam két hónap alatt megöregedett, érted? Hát jó, nem nagyon, de láthatóan öregebb lett 2 hónap alatt. Hát 2 hónap alatt az embereken nem szoktad látni, hogy megöregedett, érted? Hát gondold végig, vadidegen embereket ápolni, vagy a saját édesanyádat ápolni, érzelmi szempontból mekkora különbség? Hát az idegen, az neked egy idegen. Az édesanyád meg érzelmileg kapocs van köztetek, érted? Nem lehet ugyanúgy állni egy idegenhez, mint egy édesanyához. Hát sokkal jobban megvisel az ő élete, mint egy idegen ember élete. Érted? Hát nyilvánvaló sokkal fájdalmasabb egy szülőt ápolni, mint egy idegent ápolni. Ezt át kellene látni. Tönkreteszed magadat? Vagy? Hát ugye vannak olyan idősek otthonnak, meg olyan ápolási helyszínek, ahol mondjuk 60-80 ezer forintból megúszod. Van, ahol nem úszod meg 200 alatt. Plusz a nyugdíja se gondolom. Ugye? Plusz a nyugdíja. Plusz a nyugdíja is. Nem, ez a 60-80-ból kijön. Nem tudom, hogy mi most kijön-e, de tavaly kijött. Ez eltart 2 napig. És utána kiteszik a napra. Nem, 60-80 ezer forintért rendesen ápolták jobban, mint a 220 ezer helyen. Jó, mert általában kiteszik a napra. Jobban, nem. Télen-nyáron. Sőt, inkább az volt a baj, hogy állandóan infúzióra rakták, és ezáltal állandóan jobban lett. Mert ugye az idősek már nem esznek, nem isznak, vagy csak nagyon keveset, és mindig az a probléma, hogy kiszáradnak. Nálam is az a probléma. Te is lassan kiszáradok. Igen. Lezárva, egy olyan kérdést teszek, hogy most már visszatérünk kicsit jobb vidámakra, de ezek hasznosak voltak. Tehát gondold végig azt, amit most hallottál tőlem, jó? Nincs más megoldás, tönkre teszed saját magadat. Így van. Mi a véleményed, Miklós, arról? Én nagyon sokat beszélek abban a témában, hogy a jelenlegi idő, amit most él a faj, az emberiség, és most egy kicsit leszűkítem a magyarságra, illetve ahhoz tartozó népcsoportokra, hogy minden magyarnak vissza kell térni a szülőföldjére, bárhol él a világon. Ezt én is szoktam néha mondani. És mi a véleményed arról, hogy jó lenne, ha visszatérni. Így van, mert ez óriási erőt adna az itt lévőknek, plusz úgy is adna egy muníciót, hogy elmondaná, hogy miért jött haza. Mert sokan még mai napig azt hiszik, hogyha kín vagy külföldön, akkor neked semmi gondod. Igen. És erre mondom azt, hogy aki hazajön, és most nagyon sokan jönnek haza augusztusba, meg már július végén is, akik Németországból, tehát Benelux államokból, Angliából például költöznek haza, hogy őket majd el is akarom ide hívni, hogy mondjad el. És adjunk példát azokra a magyaroknak, akik kinn élnek, és valami oknál fogva nem érzik azt az időszavát, mert itt van, hogy neked haza kell menni a szülőföldre. Nem csak a magyarnak, mindenki vissza kéne menni.
az eredethez. Mi a véleményed erről? Van ezzel kapcsolatban egy alapvető tudás, hogy aki a rögtől elszakítja magát, az soha nem lesz boldog. És két rögöd van. Ez a honvágy is. Egyik a hazád, az az egyik rög, a másik a szüleid, családod. Tehát ősök. Oké? Okay. És ez egy szabály. Ez olyan, ez nem földi szabály, ez egy teremtők által alkotott szabály. Így van. Ez azt jelenti, hogy aki elszakad a rögtől, az nem lesz boldog. Tehát ez az azt jelenti, még egyszer mondom, a haza az egyik, a másik pedig a szülők. A szülők. És ugye én nem azt szoktam mondani, hogy gyertek haza, hanem azt szoktam mondani, hogy miért vagytok kint. Tehát miért vagytok kint, amit itt nem találtok meg? Tehát itt minden megtalálható, ráadásul több a lehetőség, mint odakint. Tehát ami azt jelenti, hogy én mindig azt mondom, hogy megértem, hogy miért vagy kint, de mégis azt tudom mondani, ahogy a magyar szokta ezt fogalmazni, hogy nem értem, hogy miért vagy kint. Tehát sok embert megértem, hogy azért van kint, mert a anyagiak miatt. Hát de hogyha te szellemiségben kezdesz változni, akkor rájössz arra, hogy a szellemiség sokkal több, mint az anyag. És rájössz arra, hogy hát az anyagot te teremted, te hozod létre. És ha jó szellemű vagy, jó szellemiség vagy, akkor meg tudod teremteni az anyagot itt is. Nem kell ahhoz kimenni, hogy neked legyen elég anyagi dolgod. Úgyis csak annyi anyagi dolognak kell lenni, ami a szükségletedet fedezi. Érted? Ami kell, hogy legyen. Úgy értve kell, hogy ami a lét szükségletedhez szükséges. Érted? Tehát mondok erre példát. Ugye én örököltem, ezáltal van most egy másik házam is. Ami kisebb, nekünk bőven elég lenne. Mint a mostani, az egyik az ilyen 70-valahány négyzetméter, amit örököltem, a mostani az meg 120. És akkor mondtam a nejemnek, hogy nekünk elég lenne a kisebb is, minek a nagyobb. És azt mondta a nejem, hogy azért nem jó a kisebb, mert oda mindent belátni, mindent rálátni. Közvetlen az utcán helyezkedik el, ezért gyakorlatilag elmegy egy járókelő, és belát az ablakon, érted? De a kicsit magasabb. A magas sarkúval megy valaki az utcán, hallod benne a szobába, hogy elmegy. A mi házunk, ez meg hátul van a kertben, a kert legvégében. Csendes, nyugis. Így van, csendes, nyugis. A leges legvége, a telek határ legvégén van. És ott elalakba elhelyezkedik. És ugye azt mondta nekem, hogy az csendes, nem látnak rád, stb. Stb. Tehát, hogy ezért. De nekünk nem kellene a nagyobb, nem tudom világosan. Minek? Minek? Tessék? Unokkát tesszük. Megtölti unokkával neked. Nagyon is ezt mondja. És úgy belakják az unokkát. Először jó lesz egy igen. Persze. Jó, tehát értitek ezt, hogy csak azért mondtam el, hogy a szükségleted a fontos, nem az igényed. Tehát ha az igényedet hozzáalakítod a szükségletedhez, akkor nem lesz anyagi problémád, és persze a szellemiségedet beteszed a teremtésbe. Akkor ez a két dolog, ha összeáll, semmi problémád nem lesz. Tehát mondok példákat. Azok a személyek, akik mondjuk hazajöttek, és beszéltek velem, mondjuk arról, hogy most mit tegyenek, hogy legyen munkájuk, akkor ugye adtam nekik egy időt, hogy erre beszéljünk, és akkor tanácsokat adtam. És tudod, mi történt? Elé rakták a foglalkozást, a munkát. Érted? És el tudtak helyezkedni. Érted? Így működik. Ennyi. Tehát, hogyha az ember tudja, hogy mit akar,
a fentiek, és tudják a fentiek, hogy hisz bennük, akkor a fentiek segítenek. És hogyha velem beszél az illető, és ugye én még ebben segítséget is kérek az ő számára, akkor meg még inkább így működik. Jó, tehát higgyétek el, hogy nagyon jó kommunikációban vagyok a fentiekkel. Szeretném megkérdezni, hogy vegyes házasság van, vagy együtt élek a... Más nemzetiségű a, ugye, a anya meg az apa. Igen. És igazából a gyerekek iszák meg a levét, mert a vejem vagy a gyerekek apja, a unokák apja, az nem utál itt lenni, gyűlöl Magyarországon lenni, most sincs itthon, és a lányom mégis ragaszkodik hozzá. Hát ez számomra annyira rossz érzés, hogy ő nem érzi itt jól magát, de viszont itt vannak a gyerekek. Hát ezt megértem, és ugye mindig ez a probléma, hogy a nyugati, tehát hogyha egy magyar nő nyugati férfihoz megy hozzá, akkor általában a nyugati férfiak lenézik a magyar népet. Igen. Tehát sajnos ez van. És ezáltal... Ahhoz képest ő hol áll? Oda ő depressziós is. Yeah, ő se áll magas szépen. Nem, hát, de mégis lenézik. De? Mégis lenézik. Hát, ugye, azt ugye tudjuk, hogy lenézik őket, a magyar embereket. És ezáltal ugye a többségében ez úgy van, hogy... Se vette a lányomat végül is, mert... Mondván, hogy így is lehet boldogan élni, de hát, mégis itt a három gyerek, és ez a vadkemping. Tehát ugye a többségében ez a probléma van, hogy ők lenézik a mi népünket, és pedig mi nem nézzük le őket, de tényleg nem. És ugye ennek sajnos egy ilyen következménye van. És hát ugye ebben nagyon nehéz a megoldás. Azért nehéz a megoldás, mert hát ugye szétmenni azért nem jó, mert ott van a három gyerek. A közben... 9-6-4, szóval közben ugye ott van az, hogy ő választott egy ilyen párt, akiről én eleve megmondtam volna abból, amikor a 80-as évek végén elkezdtünk Ausztriába járni, ugye termékekért, nem tudom, emlékeztek-e, hogy mennyire lenézték a magyarokat. Igen. Gorenyek orszak. Így van, arra az időszakra gondolok, így van. Onnantól kezdve gondolhatta egy szülő, hogy a magyar, vagy a nem magyar férfiak, azok a külföldi nyugati férfiak, azok a magyarokat le fogják nézni, mert van benne egy ilyen lenézés, és hát ugye ő is tudhatta volna, hogy sajnos egy ilyen helyzetbe fog kerülni, mert ugye sok ilyen helyzetem van a csapatomban, és mindenütt erről számolnak be a hölgyek, hogy nem úgy kezelik a nyugati férfiak a magyar nőket, mint ahogy a magyar férfiak kezelik a magyar nőket, hanem sokkal rosszabbul. Tehát ilyen lenézőbben. Nem csak a magyar népet, hanem a hölgyet is lekezelik. Sajnos. Milyen nemzetiségű a katalán? Spanyol. Nem spanyol. Hát katalán, igen, de spanyolországi. Spanyolországi. Nem spanyol. Azok a spanyol székelyek. Igen, spanyol székelyek. A katalánok. Szóval lényeg az, hogy ez nem egy könnyű helyzet, itt akkor kellett volna gondolkodni, mielőtt ugye lépett, és így utólag gyakorlatilag nem sok megoldás. Így van, aki milyen virágot szakított, szagolja. Így van. De magára is akarok, hogy Nem is. Hát akkor jöjjön el az apjuk nélkül. Hát ennyi. Akkor jöjjön a gyerekekkel az apjuk nélkül. Hát ilyen egyszer. Na jó. Azt gondolom, hogy elég tartalmas volt, ugye? Igen. Örültetek, hogy eljött Szedlacsik Miklós? Igazam volt, hogy nem érdekel, hogy ki mit ír be. Igen. És
és nagyon sokat válaszoltam is, hogy addig, amíg nem ismersz valakit, addig ne ítélkezz. És most, akik nem jöttek el esetleg azért, amit beírtam, remélem a videó végén rá fognak jönni, hogy legközelebb el kéne jönni. Tudjátok? Ezért nem szeretem a címkézést. Ezért nem szeretem a címkézést. Nem szabad címkézést. Mert az mások véleményel van, nem a megtapasztalásod. És amikor te megtapasztalsz valamit, az csak akkor történik, ha részt veszel abban az eseményben, és a saját megtapasztalásod lesz a te véleményalkotód. És ezért nagyon örök. Úgyhogy Miklós, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed erről a pár óráról, mert ugye te még itt nem voltál, és röpke pár órát itt eltúltunk. Hát először is köszönöm szépen a meghívást, nagyon szépen köszönöm, és hát ugye nagyon szívesen jövök olyan csapatba, akár legközelebb is persze, tehát ez nem jelent számomra gondot, és mondom, szívesen jövök, ha kapok meghívást természetesen. És hát nagyon jól éreztem magamat, elmondhatom, remélem, hogy ti is. Köszönöm szépen, örülök neki. És hát mindenkinek nagyon sok sikert kívánok az életében. Jó, és remélem, hogy minél hamarabb találkozunk. És tényleg az van, hogy nagyon értékeltem, ahogy Miklós ugye mondta, hogy válaszolta az íróknak, hogy miért címkéznek úgy valakit, akit nem is ismernek, egy, és emlékszem arra, amikor nálunk volt. Új, mennyit kaptam az ilyen képét. és csalódtam benne. Nem ugye, kell csalódni magadba. Ugye én nem ismertem őt, de óriási nőtt az én szemembe, hogy ugye azt mondta, hogy na, akkor én eljöttem, hogy meggyőződjek arról, vagy az ellenkezőjéről, amit ugye az emberek itt ezt-azt mondanak. Igen. És hogy a saját magam győződjek meg arról, hogy vajon az mennyire helyes, vagy helytelen azok a gondolatok. És ez óriási dolognak értékelem Miklósban, hogy ő saját maga akar meggyőződni dolgokról, emberekről, és nem úgy, hogy ki mit mond. Ez a hiteles forrás. Így van. És így van, és ő egy hiteles forrás abban, hogy ő el tudja mondani azt, hogy személyesen meggyőződtem dolgokról. És mindenben ez a jó, hogyha el tudod mondani, hogy személyesen meggyőződtél dolgokról, de tényleg mindenben ez a jó, nem csak emberek ismeretéről, mert hogyha meggyőződtél valamiről, akkor a hitedben senki nem tud eltántorítani, mert a hitnél magasabb rendű a meggyőződés. A tudás. Így van, mert az egy tudássá válik, így van. Így van. Ezzel tudják vezetni az embereket a vallások, mert ott a hitre alapoznak a hiszékenységed, az ismerethiányra, majd így pótoljuk neked azt, ami neked szükséges. Igaz, hogy nem tudja, hogy neki mi szükséges, de nagyon akarja pótolni. Viszont amikor megismersz valamit, akkor köszönöm szépen, és távozol. És ezért látod, hogy egyre kevesebb ember halad be azokba az épületekbe, csak hát az a baj, hogy ez egy idő, és az ő életidejéből, az élet feladatából veszi el. Mert amíg ilyen helyen ücsörög, és ott kuporog, és csoszog, és nyomja azt, amire kincs is értelme ma. Mert igazából egy olyan dologba teszi az életidejét, amiből sose kap visszaigazolást. De mindegyiknek azt mondtam, mondja már nekem egyetlen felekezetből valaki, egy mondja már el, hogy amit kért, ott megkapta. Vagy segítettek-e neki. Csak egyet, nekem tök mindegy, hogy milyen. Tudjátok, ez olyan... Még itt picit belezaladtam ebben. Tudod, ez nem lesz rövid szokás szerint. Itt még utána szokott jönni utána egy kis beszélgetéstány. És hajtani. Hogy mindig elmondom mindenkinek, hogy én mindenki tisztelek abba, amit ő csinál. Tehát én az életmódját is elfogadom mindenkinek. Elfogadom, ha valaki vega, elfogadom, ha valaki ide, oda, amoda. Csak egyetnek mindenkinek meg kell érteni, hogy próbálja ki azt az utat. Tehát ne divat irányzatra menjen, ne úgy legyen, akár vega, akár más, hogy
mert mondták neki. Mert ezt mutatja, ha küldik neki az e-mailbe, hogy ez legyél, mert ez tuti. És onnan csak tuti, ha kipróbáltad. Hány olyan dolog van ma fönn a hálón, netten, amit, hogy életjobbító, minden vagy. Az életed 130 év is lehet. És még azt is, ha látok... Kinövezted a fogadat. Igen, meg személyesen Istennel beszélgetsz. Hát, és mondtad neki, ez miért mész el oda? Akkor is Istennel beszélgetsz, ha magadba beszélsz. Pontosan. Mert benned van. Hát, mondom, akkor is miért hiszed el annak? Hát miért nem hiszed el magadnak? Mert azt nem tudja elfogadni. Azt nem, mert önmagát nem meri elfogadni. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát menj egy közösségbe, nem kell ide jönni, bárhova menjen. Csak az a baj, hogy az ember még mindig kereső akar lenni, és amikor már talál valamit, azt nem próbálja megtartani. Hanem jön, itt is nem egy van, aki van, eltűnik, utána elmegy, utána a utcai performanszokban, ami hótleépülés. Te is tudod, hogy ami az utcán zajlik, az a tudatosság legalja, vagy nincs is. Így van. Tehát az utcán leépülsz. Így van. Ezt lehet mesélni így, úgy, amúgy, mert ott nem a tudatosság van, hanem az indulatosság. Így van. És az indulat az mindenképpen egy olyan, amit később vissza szeretné vonni, de az már kiment belőled. A tudatos ember meg nem indulatos azért, mert nincs, nem akarja visszavonni, inkább átgondolja. És olyan dologban nem teszem be az életidőmet, és engem ezért nagyon sokan bírálnak, hogy Miklós, tartod az előadásokat, hívod a vendégeket, meg mindent, de mikor jössz az utcára? Hát mikor sétálok. Így van. De ki, miért menjek ki? Miért menjek ki? Oda menj ki, ahol nem történik semmi. És mindenkinek mondom, hogy gyere el, szívesen látunk, nem kell itt semmit csinálni, csak hallgass meg. Itt nem hőzöngés van, itt nem arról beszélünk, hogy változtass meg ezt a világot, itt nem a világot kell megváltoztatni, magad. Önmagadat. Hát azért megy az utcára, mert magát nem tudja megváltoztatni. És az utcában tömegszichózis van, és ott elmondják neki majd azt, hogy na itt lesz a nagy változás, rendszerváltástól kezdve minden lesz. És azt veszi észre, hogy megy az idő, 10 év, 15 év, 20 év, és még mindig az utca gyermeke. Én is az utcán nőttem föl, mint gyerek. De én akkor játszottam. Felnőttként már nem játszani kell, hanem gondolkodni. És azért nagyon örülök, hogy a Miklósék eljöttek, mert számtalan kritika, számtalan bírálat van. És meg kell mondjam nektek, hogy akármilyen szellemi műhely az, vagy aki vezeti, hogy neki van egy elképzelése, hogy őt elhív valaki, és eláll azért, mert bírálják, akkor ő alkalmatlan annak a műhelynek az élén. Mert befolyásolható. Tehát nem engem kell igazoljon, hanem neki kell igazolást kapni arra, hogy ne bírálj, hallgass meg. Én itt nem léptem be semmilyen tanfolyamba, nem kértél senkitől semmilyen tanfolyamot. Én benneteket akartak megismerni itt, eljöttetek, szeretettel fogadtok, és úgy érzem, hogy úgy mentek el, mint hazajártok. És ott voltam veletek, és jó érzésem volt. Pedig utána jött a képre rendesen a reklamáció, és a legnagyobb az, és most itt többen is vagyunk, hogy nagyon sok hallgatód volt, aki föltette nekem, hogy nem tudom, ismered a Szerdacsi Miklós. Hallottam már. De vetítettem meg, ugye ezt mi 2 hónapja megbeszéltük legalább ezt az utat, ezt a témát, hogy mikor gyere, és a sült hal hallgattam, hogy csak írták nekem a dolgot, hogy ajánlom, hallgass meg. Jó, majd jó van, küldök, persze. De mondom, szóval volt, aki írta, hogy én letértem az életutamról, ha nem hallgatlak meg. És mondtam, hogy várjál már egy picit, nem biztos, hogy jól látod a dolgot. Igen. És az a szerencse, hogy ezt Hegyethe írta. És mentünk el Boszniába, és megbeszéltem, ott nem tudok ilyeneket írni, hogy adjuk közbe, ki lesz a hétvégi vendég. És ugye, miután korlátlanul beszélhettem ki, és láttam a beírásokat. És onnantól az, aki nekem ezt írta, aznál nem írt többet. Nem azért, mert rossz hallotta, hanem talán szembesült valamivel, hogy ő megcímkézett engem. Érted? Megcímkézett. Pedig a ti hallgatótok, régóta hallgatótok, és egy jó lélek. Tényleg egy jó lélek, és megcímkézett engem, és én nem válaszoltam, hanem egy mosolyjelet küldtem neki. Egy smiley-t, egy mosoly smiley-t. Meg gondoltam, hogy az az igazi válasz, amikor ott lesz rágon a neved. És ugye sokszor elmondtam még a saját élőimben is, hogy minket mindig kevertek. És mondtam, hogy na lesz egy pillanat, amikor nem kell összekeverni, mert itt ül egymás, mert vagy itt állunk, ahogy tetszik, mert ez így a jó.
Egy, ami mind a kettőnket szerintem nagyon hasonlóságban sodor, az, hogy te se olvasod, te se nézed a monitort itt, hogy miről beszéljek, vállalod a nyílt kérdéseket, vállalod azt, hogy teljesen más te mondjon megkérdezhetnek, mert ha belülről tudsz válaszolni, nem tudsz olyat kérdezni, amiben rosszba vagy. Nem tudsz. A tanult tudás az nem azonos a képességgel. A talentum az nem azonos a megtanult szakmával. És most jön az az idő, hogy rájönnek az emberek, hogy 15-20 évet tanulnak különböző papírokért, érettségi, diploma, minden francia. És azt fogja észrevenni, hogy megváltozik most az idő, és ezek a papírok mind kuka. És megjön az életfeladat papírod, amit ki kell töltened. És ezek a papírok arra nem alkalmasak, érvénytelenek. És olyan lesz, hogy, és mindig úgy mondom el, hogy az életedet te írod, és te írod a rosszat is. Csak egyet ügyeljél, hogy a bizonyos kapuig, mikor eljutsz, az a halál, amit úgy kell félni, mint a fene, a nagyobb civilizációk pedig várták, mert tudták, hogy az nem halál, hanem egy újabb megismerés. És mondtam, hogy a kapunál ügyelj arra, hogy ne legyél későbbe. Volt igen tényleg egy reklám az egyik ilyen italcégnek, és a mai napig fenn, pedig már legalább 20 éves. Németországban volt a reklámja, hogy megy egy tájföldön, van a favágók, és már egy a meló, és kidől egy rönk, és gurul a rönk. És kiabálnak, és nem hallja, és lehajol, átmegy fölött a fa, és mi volt a szöveg? Zseniális volt. Visszanézett, élj úgy, hogy érdemes legyen majd végignézett, mert ott maradhattál volna. Ez egy akkora, az, hogy kár, hogy egy italra tették, mert ez olyan emberi bölcsesség, olyan életigazság, hogyha úgy élsz, hogy életed végén közelébe, ami nem tudhatod, hogy mi, mert azért nem mondják meg, mert akkor megállítják a dolgodaidat. Te magad állítod meg. Sokszor kérdezik tőlem, mondja meg, hogy én ki vagyok. És aki ismer, az nagyjából tudja, hogy miért tudom ezt. Nem mondhatom meg neki, mert az ő feladatát neki kell megérni, nekem meg nem lehet befolyásolni. Mert számtalan spirituális csoportban elkövetik azt a rendkívül nagy hibát, hogy elkezdik mondani, hogy te ez vagy, meg ez vagy, meg ez vagy, és eljátsza onnantól azt a szerepet. Horoszkóp. Gyerekek, eljátsza azt a szerepet. És onnantól Isten lesz. És ő onnantól, mit tudom én, egy sumér Isten, egy egyiptomi istennő, egy egyiptomi Isten. Egy dolog nem lesz ő. És amikor elkezded neki mondani, hogy de te, és akkor visszaválaszol, megreked. Voltam ilyen csoportok, akik Egyiptomban, ami nem egyszer voltunk, tehát pontosan tudom, hogy az alapprobléma az, hogy ott mindjárt ráolvasták, hogy te ki vagy. És azt sem tudta még hol van, nem hogy ő ki. És onnantól úgy közlekedett, mintha az az entitás lenne. És lövése nem volt, hogy hol járunk. Hát lövése nem volt. Én így azt mondom, hogy menj ki egy helyre, mint hogy Boszniába, és tapasztald meg a hely szellemiségét. Ugyanúgy tapasztald meg egy közösség szellemiségét. Tapasztald meg a közösség létrehívóján a szellemiségét. Tapasztald meg, akik jössz annak a szellemiségét. És abban a pillanatban egy egységes egészt alakítasz ki úgy, hogy nem tettél még semmit, csak engedted. Ez a legnagyobb dolog, hogy az egót ne engedd be, mert az ego az összekapcsolódik az elmével, és az egy nagy trükkös tud lenni. Tudod, van a nagy trükkös. És onnantól olyan mellékvágányra víz, mert úgy kizárja a szív üzenetét, a lélek üzenetét, abban a pillanatban, az hülyeség. És ott van még egy másik, sokszor beszélünk róla, itt mindenki tudja, a szabad akarat törvénye, szabad akarat világa. Persze, azt is a teremtő adta. De van még egy akarat. Amár viszont nem beszél sok. És nem beszélnek a spirituális arcok sem. A tiszta akarat. Mert szabad akaratod van valóban egy isteni, a teremtői adomány, ahol te elindulhatsz, és te eljátszhatod a teremtői szerepet, elmehetsz jobbra, maximum megbotlasz, ez balra, nem botlasz meg. Ha mindenki mondja neked, hát szabad akaratod, menjél jobbra. Ha megbotlottál, nem azt fogja mondani, aki mondta, hogy menjél jobbra, és tudta, hogy el fogsz esni, azt mondja, hogy te döntésed volt. Van a tiszta akaratod. Ha ezt nem szabad soha kikapcsolni. Ez az a dolog, amit mindenkinek be kell kapcsolni, és az élet minden területén óriási, ez az igazi védőd.
mert az a teremtő közvetlen online vonala. Ha azt te bekapcsolod, a tiszta akaratoddal mindig le tudod kontrollálni, mint a szabad akarat illúziója fölad. A szabad akarat a Matrix illúzióját abszolút kiszolgálja. A tiszta akarat a Matrixon kívül is kivisz. És ez a nagy különbség. És mikor én hallom, hogy a szabad akarat, meg a szabad akarat, mindig ott van bennem, hogy tedd hozzá a tiszta akaratot, mert a tiszta akaratoddal nem fogsz megbotlani. A tiszta akaratoddal nem mész olyan helyre, ahol rosszul jársz. A szabad akaratod viszi el. Ehhez hozzáfűzhetek egy mondatot? Feltétlenül. Azt szeretném hozzáfűzni, hogy kis technika, jó? Hogy honnan tudod, hogy melyik az a, az akarat, tehát a tiszta akarat, amit Miklós mondja. Tehát honnan tudod, hogy hát, hogy arra kellene hallgatni. Tehát az a leggyorsabb. Az az első válasz. Így van, az a leggyorsabb. Tehát ami azt jelenti, hogy az megelőz mindent. Tehát ott az azt jelenti, hogy a lélektől azonnal jön a válasz. Oké, de ez halk. Tehát ez nem ordibál, ez nem mint az ego, hogy ordít, hanem suttog. És itt egy kérdés van, hogy képes voltál-e meghallgatni a választ. Mert ha éppen mindenféle zaj van ott körülötted, akkor lehet, hogy nem hallod meg a választ. De egy kicsit el vagy csendesülve, és szó szerint értsd az elcsendesülést, akkor egyszerűen nincs az a zizi a környékeden, akkor az első az, amit meghallottál. Erről beszél Miklós. Visszadom. Igen. Örülök, hogy ezt most így ő is elmondta, a Miklós is, mert csak erről szól. Csöndben van, nagyon halk egy sugallat. Sokszor a megérzésed van. Amikor valahova menni, és van egy megérzésed, hogy el kéne menjek, és azt mondod, most nincs kedvem, most rossz idő van. Vagy hív föl azt a valakit. Nem. Ezt mikor lehet, hogy már nem is tudod többet. Tudod, a belső hang az a tiszta akarat. Akkor állik tiszta akarattá, ha megfogalmazod, és meg is teszed. Onnantól a te akaratod már tiszta, mert a belső hangot sose szennyez. Tehát az nincs megszennyezve médiával, azt nem tudják mókolni. Nem véletlen, a lélekre vadásznak ma a leginkább. Nem véletlen. Ehhez kapcsolatban megint tudok egy dolgot mondani. Jó, mert őses jó. Hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy ez hogy működik. Tehát ez úgy működik, hogy ugye van egy olyan lélek benned, amelyik nulla tudással született le, és minél kevesebb tudással született, ugye annál több a szeretete. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy feltétel nélküli szeretettel születtél. Mégis, hogy van az, hogy neked súg? Érted? Felnőttként. Pedig meg se tapasztaltad azokat a dolgokat. Hát mert van egy online kommunikáció a teremtőddel. Oké? A lelkednek. És a lelkednek megküldik azt az információt, amit neked adott helyzetben, mint ötlet, vagy mint nem is tudom, mint utasítás, de hát egyik sem az, amit csinálni kellene adott helyzetben. De onnantól kezdve a lélek az úgy működik, hogy tisztában legyetek vele, hogy a lélek az nem felejt. Az bármi tudást megkapott, megszerzett, az megmarad, az nincs felejtés. És ez azt is jelenti, képzeljétek el, hogy az élet során bármikor súgtak fentről, és te nem hallgattál rá, az a tudás ott maradt a lelkedben. Következő alkalommal ismét tud súgni. És megint egy kérdés van, hogy hallgatsz rá? Az nem ego hallgatsz az rá? Nem engedi. Így van, mert az ego az ordít. Az illúziók világát szereti. Így van. Igen, az ego legjobban az illúziókba hisz, és azt szereti. Jó, nem kell elvetni, mert az ego barát is tud lenni, mert sarka bizonyos dolgokra. Tehát megismerésekre, kalandokra, olyan dolgokra, amiben önmagad nem biztos, hogy mennél. De az egónak van egy hatalmas előnye, hogy mindig előtte jár az ember előtt, mert ő tudja a kimenetet. A lélekre. Igen.
itt a léleknek. Ő tudja a kimenetet, az egót nem érdekli. Az ego ez elviseli, hogy te vesztes legyél. Tehát az egóbe te lehetsz áldozat is. Még akár önromboló. Igen, áldozatá is válhatsz. A túllép rajta. A lélek óvó. Nem, az ővédek sokszor azt mondják, hogy az őrangyalod. Nem, az őrangyalod ott van benned. Az nem véletlen, hogy az megy el tőled utoljára. Elmegy a szellem is, de a lélek megy utoljára, amikor már nincs tovább. Akkor elmegy. De nem hal meg soha. És mindenki fél a haláltól. Megképzel mindenkinek. Amikor lefekszel, akkor egy kis halált játszol. Emlékezzel majd, hogy mit csináltál éjjel? Ha nagyon rosszul azon, igen. De alapjában a test ott marad, és a lélek töltődik. Közben föltöltik teljes mértékig azok az információkkal, ami a következő napodra, hónapodra, éveidre, dolgaidhoz szükséges. És ezáltal betárolja neked azokat az intuíciókat, sugallatokat, amit majd az ő már előre tudja a történéseket, hogy meg tudja neked segíteni a döntést. Ez a kérdés, hogy a te tudatossági szinted hol van, hogy ezeket a betöltött információkat tudod-e kezelni, használni, megérteni. Ehhez kell nagyon-nagyon sok olyan dolgokba belemenni, kell meditálni, kell elgondolkodni, kell tudnod egyedül lenni. Az egyedüllét, és most azért mondom, mert van is vannak sokan, akik nem voltak még, az egyedüllétet nem kell összekeverni a magánnyal. A magányos ember az gyakorlatilag helyét keresi. Az egyedül akarsz lenni, te megtalálod azon a ponton, ahol vagy, csak ne legyenek most ott. Mert magadban akarsz lenni. Ki akarsz dolgokat kristályosítani, meg akarsz érteni, meg akarsz dolgokat oldani. És utána, amikor ezt hagyják, akkor olyan információ zuhatag jön belőled, hogy aki ott áll, az csak fürdik benne. A legtöbbször az a baj, például a családokban, hogy, és ezért nagyon rossz, hogyha nem hagyják, ha rossz család van, nem hagyják a másikat elvonulni, egyedül lenni. Ezek lehet fél óra, egy óra, három óra is. És az nem azt jelenti, hogy utálja a másikat. Igenis, minden embernek, minden családban szükség van arra, hogy a másik tudjon egyedül lenni. Ez nem utálat a másik felé, ez föltöltődés a más világokkal fölfele. Amit még éjjel, ráadásul még meg is fejelnek. És azt meditálod ki, azon gondolkozol, hogy honnan jött ez a sugallatom, hogy ez ma van. Hát éjjel kapta, de éjjel nem emlékszel, mert alszol. Hát itt látszik, hogy mekkora különbség van a szellem meg a lélek között. A lélek emlékszik, és betárolja. És amikor jön az esemény, és az esemény horizonton megjelenik, a sugallat ott van, hogy az nem megy, erre a utcai banzára nem megyek, és a utcai banzár még két hét múlva lesz, de már neked besugalja azt a pontot, hogy oda nem mész. Az elme, hát menj oda, mutatkozz sok emberre. Nekem küldték annak idején kezdődőnkos, hogy menjek ki a utcai banzát, hidd el, hogy nagyon sok ember lesz ott, megismerhetsz nagyon sok embert, meg sok ember tudna onnan eljönni. Nekem nem ez a célom. Nem az a lényeg, hogy itt sok ember legyen, hanem az, hogy milyen legyen. Hát az a baj az utcán is, sokan vannak, de milyenek. Nem gondolkodnak, nem veszik észre az idő, már az utcát törölte. Tehát már nem aktuális utcai eseményekben lenni, mert nem lehet. Mert sokkal magasabb technológia van, hogy ezt már átlépi. Senki nem törődik az utcai rendezvényekkel. Egy jó időtöltés, és egy feladat az ott lévő, mit tudom én, szerveknek, hogy osztassák, meg terelgessék, de igazából mindkettőnek tudni kéne, hogy ennek nincs értelme. Azt az időt, amit az utcán pazarol egy ember, azt az időt kellene magára fordítani. És ma sokkal több mindent megértene. És akkor abban a pillanatban, ahogy én nem írok oda senkinek semmit, ő se ír a többet. Vagy amit ír, az csak pozitív. Mert a pozitívat ír, vagy jó gondolatokat ír, akire írja, vagy akinek írja, annak az is át fog jönni, és őt is emeli. A szidalom, az, ha magába engedi, akit szidnak, lehúzza. Elkezd vele foglalkozni, elkezd anyázni benne. Tudjátok, ez egy borzasztó nehéz kérdés, mert könnyebb beugrani egy gyűlöletre, mint megérteni egy szeretetet. Mert a szeretet finom rezgés, a gyűlölet magas. Mégis az van, hogy amikor ordítanak egy utcai banzáján, ordít, vagy alpári stílusban egy ember, nézd meg az aurádat, szinte bombázza egy frekvencia. Hát nem véletlenül nem bírod elviselni, nem véletlenül, hogy azt mondod, hogy ezt nem akarom hallgatni, ezt az embert kitörlöm, ezt nem akarom.
És lehet, hogy jó ember lenne, ha megmondaná neki valaki. De őt az egója annyira lerántja, hogy nem mondhatod el. Hiába ülnék én meg te veled 8 órát, csak bólogatni és menni az utcára. Mert ő neki az a tere. Csak az a baj, hogy az ő testében az a lélek meg szenved, mert az ő lélke is szép. Mert nincs rossz lélek. Ez egy hülyeség, hogy romlott lelkű. Nem. A lélek nem romlott. A teremtő nem ad romlott dolgot, mert nem jár le a szavatossága. Tudjátok, ott nincs ilyen gond. Jó kelléktára van a teremtőnek, minden lényébe jutott. Az, ami lerontja, az maga a gazda, a test. És ezért van az, hogy a legtöbb ember a testével órákig tud foglalkozni, de a lelkét meg se hallja. És innen indul el a probléma. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy eljöttetek, és köszönöm nektek így mindannyian, hogy itt el tudtatok jönni, és majd kerítünk rá majd időt megint, hogy újra, és hát ha azok is, akik, és nem véletlen tettem nyilvánossá. Tehát én híve vagyok annak, amit én bevállalok, azt én vállalom. Nem súnyogva, mert megtettem, hogy azt a képet föl se teszem, nehogy megbántsanak, meg bizonyosan. Hát annyit is ér. Figyelj, akkor egy szaralak vagyok. Hát figyelj, csak akkor fogadod-e a dicsér? Virágassá. Én nekem ettől még nem változott meg a vélemény, ott voltam, és jót tettem, és jó volt. És most is azt mondtam, hogy egyből nyilvános. Nem az, hogy majd elküldöm, miért. Figyelj, te mondd, amit te gondolsz, én mondok, amit én gondolok, és aki hallgatja, gondolja, amit akar. Ha megérti, amit mondunk, akkor csak egyet tudunk gondolni, hogy megérte végighallgatni. És nektek meg megérte eljönni. Ugye? Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, szeretett benneteket!